Szeretettel üdvözlök mindenkit a Red Dead Redemption 2 című játék következő epizódjában. Hát nem mondom, én azért ma is vártam, hogy ezzel játszunk. Őszintén megmondom, hogy reméltem, hogy ezt fogjátok mára megszavazni, mert nagyon-nagyon nehéz ezt a játékot letenni, hogyha az ember egyszer belemerül, akkor nagyon-nagyon-nagyon el tud benne merülni, és minden olyan tevékenység, amit eddig csináltunk benne, azt szerintem tök izgi volt, meg látványos, meg a random dolgok, amik bejöttek közben, és ahogy a világ reagálta a döntéseinkre és a cselekedeteinkre, azért az nagyon-nagyon komolyan ki van találva ebben a játékban. Úgyhogy nem is tudom, hogy ma mit fogunk csinálni. Ugye folytatni kellene egyrészt a küldetéseket is, de nem csak azt kellene csinálnunk, hanem meg kéne nézni még a régi területeken is, egy csomó minden nem lett felfedezve. Ez egy kicsit abból a szempontból nehéz ebben a játékban ez a felfedezés dolog, hogy a térképet úgy nagyjából azonnal kinyitották nekünk, ugye legnagyobb részét, és emiatt nagyon nehéz eldönteni, hogy most akkor merre jártunk eddig, meg merre nem, ugye? Itt vagyunk a Montana Rivernek a felső szakaszánál, ugye, hogyha itt most átmennék a határon, akkor egyből a balhéba keverednénk a Blackwateri arcokkal. Udori Bondról, házi Manorról, két kutyánk be is került a kutyamutogatóba. A kutyamutogató, ez egy nagyon-nagyon... jó elnevezés. Itt van egy vérdíj kitűzve, úgyhogy én azt mondom, hogy akkor folytassuk azzal. Kategória általános csevegésen maradt. Rás. Milyen igazad van? Red Dead Redemption. Ott is van, tessék. Köszönöm, Zoltán. Na, hát enni is kellene, úgy látom, itt fent a dombtetőn. Lehet, hogy amúgy nem is ilyen konzervet kellett volna enni, hanem... ilyet lehet enni amúgy, ilyen szalmont. Reméljük, hogy nem szalmonellás. Hát a HP-t nyomta. Staminából nincs azért annyira szuper sok. Ezeket még mindig nem tudom, hogy mi mire való egyébként. Ez a HP és a stamina kór, de nekem olyan kellene, ami lehet, hogy a satchelben van amúgy, ami így kizárólag a izét tolja. Honnan tudod, hogy mennyi minden fér el nálad? Még ezt sem vágom teljesen. Mindig attól félek, hogy valamire rákattintok, és akkor egyből beveszi, tudod, mert nem egyszer elő szokott fordulni. Most olyan kellene, ami ezt a kettőt tolja meg. De hogy ez rum. Aha, és ez a kort tolja fel. Tehát akkor alkoholistának kell lennem ahhoz, hogy helyreálljanak a dolgaim. Hát ez viszont nem egy jó üzenet a fiatal játékosokkal szemben, ugye? Egyáltalán nem. Igyekezzetek az alkoholtól távol tartani magatokat, mert öl, butít és nyomorba dönt. Szóval, hogy itt van egy szép új lovunk, de mocskos ronda szegény, viszont állítólag nagyon szuper gyorsan képes haladni, úgyhogy mostantól kezdve ez lesz egy ideig a ló, amivel mászkálunk. Meglátjuk, hogy meddig szolgál ki bennünket. Jó drága pénzért vettük, vagy $400 ráköltöttünk tegnap. Na most várjál, mert azt mondja, hogy erre menjek, de igazából a másik az irány. Aha, jó, akkor arra nem megyünk. Nem, akkor menjünk erre. Elfogunk valakit, akinek vérdíj van a fején. Mi történt? Valaki, jó isten! Springfield, Lancaster, Repeater. Szerintem győztem. Ú, haver. Hát adjunk neki egy kis viszkit. Én nem Jézus vagyok, barátom. Mackó a fejem. Nem baj, adok neked egy ilyet, tessék. Tessék, tessék. Idd meg. Az nem fog segíteni, azt mondja. Most Kajak azt mondta a HP-re, hogy nem fog neki segíteni. Na most mit csináljak veled akkor? Meghalt. Jó, az autószév rámehet. Nem tehettem érte semmit. Hogyha elhajította a cuccost, akkor ennyi volt, kész. Nem büdös az a medve? De meglehetősen. Miért? Volt nála egy raccoon pelt, meg egy perfect rabbit pelt. De most szerintetek tehettem volna érte valamit? Ezek szerint, hogyha vérzés van, akkor viszkit kell neki adni, hogy abba maradjon, és elvérzett. De minek akadt össze a farkassal? Jaj, de szép mackó ez, azt a rohadt mindenit, azért visszavenném a régebbit. Hát ez... húsnak jó lesz, de egyébként maga a bőr nem sokat ér.
Nézzük, hogy mi volt a lovánál. Egyébként bankot van, ott mi egyebet rabolni embereket, puszta kezdve agyonverni, pozitív üzenet a fiataloknak. És miért panaszkodsz? Fiatal korodban te nem csináltál hülyeségeket? Nem medve, vackor? Dehogy vackor. Nézzük meg, hogy mi van itt fent a dombokon, mert most az is cél volna, ugye ezek kutyák? Nem, Coyote. Az is cél volna ugye, hogy felfedezzük azokat a részeket, amik nem az utak mentén vannak, hanem dombtetők és lankák és barlangok, kis elhagyatott házikók. Az ott micsoda ott szemben lent? Ez egy whitetail deer. Rifle kell a clean killhez. Nem fogok clean killeket csinálni. Azt nézem, hogy van-e itt a környéken bármi is. Kicsit úgy érzem magam, mintha én lennék Link és dombtetőkről nézegetném, hogy merre, mit találunk a térképen. Nagyon szép a kalapod? Hát, hogyha szeretnétek, akkor visszamehetünk a Panama hetre. Na, ez gyors váltás volt. Elméletileg ad az valami pozitívumot, hogyha a legendás maciban nyomod, nem tudom mit. Bucskos, lompos és bozontos. Easy now. Az nem izé foltos, bozontos, az lompos. Hát nem ismered azt a mesét? Régi mese, ez már gyerekkorunkban is ismert volt. Neked ismerned kellene. Lucskos, lompos és bozontos történetét. Nincs meg nektek ez a mese. Vigyázzunk, ki ne törje a lábát, mert ennek olyan vékony lába van, ez egy versenybú. Hogy lett ilyen koszos? Ja, nem koszos, csak más a bőre. Itt hátul. Hát bemehetünk ide a két hegy közé. Upper Montana, menjünk balra esetleg. Itt van valami gát. Lompos! Na, mondom, hogy lompos. Miért akadtak össze a ludak a malacokkal? Hát itt iszonyatos háború dúl éppen, úgy látom, úgyhogy... Ne zargassuk, ne szóljunk közben, nem akarok... Megmaradunk pártatlannak ebben az ügyben szerintem. A disznók úgy néz ki, hogy megfutamodtak a vadkacsák elől, vagy nem tudom mi a szar volt ez. Valami furcsa élőlények küzdenek itt egymással. Nem lehet, hogy elő nem futnak amúgy? Itt vigyázni kell, mert itt dead or alive, tehát hogy élve vagy halva üldöznek bennünket. Voltatok gyerekek? Én még most is az vagyok. Én számítógépes játékokkal játszom. És arról álmodozom, hogy ez legyen a mindennapi munkám. Ezek milyen állatok? Jó napot kívánok! Maguk itt hesszelnek? Milyen kár lenne, ha valaki szétlőni a següket. Most lesz meg. Ez a HP-mnak meglehetősen kellemetlen, ezek nem tudom mivel lőnek. Tudod, hogy mivel lőnek? Hát mivel átkeltem a határon, ami az a folyó volt, ugye? És azonnal rám jött mindenki a környékről. Viszont ez most jó pénzbe fog nekem kerülni. Nem akarsz velük kezdeni, mert gág. Azért akadtak össze a ludak a malacszal, most jön létre a sok lúd disznó győzmondás. Jaj, tényleg itt lehet, akkor a múltban járunk, ugye? Teleport zsaruk. Igen, ezek itt lettek hirtelen. És hogyha ide átmész, akkor ott lesznek is. De keményen lőttek amúgy, tehát még a HP-t azt fejlesztenünk kell, ez látszódik, hogy ez így önmagában nem lesz még elég. Kidney beans. Hát és hogyha megeszek egy ilyen oatcake-et, ez csak a lovamnak jó, nem? Ezek szerint ez a zab falatok, ezek nekem nem tesznek olyan szuper jót. És hogyha satchelből kajálnék ilyen mindenféle húsot, az a baj, nem tudom, hogy melyik van megfőzve. De van ilyen sós, hát lehet, hogy ezt megesszük. Köszönöm szépen Korinak, hogy Empetinek ajándékozott egy subgiftet. Köszönöm szépen a támogatást neked, nagyon hálás vagyok. És köszönöm Suzinak is a 10 bitet, meg Geoborszimónak, meg mindenkinek, aki Persei rendszerhez hozzájárult itt a csatornánkon. Nagyon hálás vagyok nektek, igazán köszönöm. Tényleg minden apró bit számít, minden kicsi sokra megy. Szeretem az apkexet. Én melyik ütre van cukorra, inkább a polcon hagyom. Hát ott is kell hagyni, hogyha nagyon cukros. Megneveld magad vele. Óvatosan menjünk, óvatosan kisbarátom. Ott nem akarsz tele menni. Hát ez az az út, ami... Hopp, ez fájdni fog, ez... Nem, milyen szépen leugrott, nézd már.
Most volt az első alkalom, hogy nem borultam akkorát a lóval, hogy nem igaz. Abban egy külön összeállítást lehet majd csinálni, hogy hogyan borulok fel lóval mindenhol. Meg a hegyről lecsúszok seggel, meg arccal. Szia Zsolov, hogy vagy, Mizu? Már most állítólag nekünk arra kell menni, ugye? És eddig bal oldalon indultunk el. Mi lenne, ha most jobb oldalra mennék? A vatkanok most meg a szarvasokkal vannak, úgy látom összetűzésben. Én nem értem, ezek ilyen háborús nép. Ez már a felvezetése a Swine című játéknak. Ez milyen terület? Irengard, köszönöm a 30. havi feliratkozást. És köszönöm szépen Kata 148-nak a raidet. Mesélj Kata, mit csináltatok ma a Teach világában? Köszönöm, köszönöm. Nézegetünk itt, hát ha van valami lootolható dolog. Nem szoktak itt Amerikában gödröt ásni a potyantós alá? Tehát itt akkor gyakorlatilag csak odaülsz és akkor alattad van a... Itt laknak? Hello uram! Bocsánat, hogy a kertből érkezem. Hey friend! Good evening, sir. Maga mit csinál itt vajon? Got a smile on my face today. Jót mosolygok ma. Anyway, I won't try to be nem akarom feltartani. Viszontlátásra. Ez egy stables, amit eddig nem láttunk. Láttad ezt? Most lett ide téve. Jó, nem akarunk mindent kirabolni, ami csak létezik. Úgyhogy megyünk tovább. Ezek szerint most itt lehetünk Strawberry környékén, ugye? Ez most Strawberry lesz, így van. És itt nincs bent Bounty Poster, viszont a postára majd be kell menni, mert jött állítólag nekünk valami. Megyünk felfelé oda a... Mondjátok már a dam környékére, a gáthoz. Mert most felcsapunk gátvédernek. Na gyere! Közben utolért ez a jószág. Horse az ő neve, ő lett az öreg Horse. Csak piu-piusztál. És az izé? Melyik játék? Jaj, de gyönyörű ez, nézd meg, hát látsz ilyet másik csatornán? Ilyen látványban csak itt nálunk a twitch.tv.mókáson van részed. Hát ilyet láttál már? Perfekció, barátom, perfekció ez az egész. Bárcsak itt lehetne Linkkel mászkálni, hogy Zeldát megmenthessük. Mennyire király lenne már egy ilyen környezet Zeldámat. Csodaszép, igen. Megint be fog esteledni, és éjszaka kell elkapni majd azt, akinek a fején vérdíj van kitűzve. Ezek kevésbé bátorló, úgyhogy lehet, hogy ott fog majd bennünket hagyni a harcokban. Mert hogy állítólag a YouTube kommentelők szerint van olyan a játékban, hogy bátorság szint a lovaknál, és az előző fekete lovunk az egyik legbátrabb ló a játékban. Na most ez hova ment? Neki ment a fának. Ez a ló, ez viszont elképzelhető, hogy hátra hagy bennünket, hogyha megriad egy összetűzés során. Kellene muníciót szerezni, mert úgy érzékelem, hogy... Ja nem, van nekem, csak a high velocity-ből van kevés. Aha, jó, az nem baj. Ezeket meg... Nem tudom, ismerem ezeket az állatokat? Hopp, itt van valami random dolog. Ki ez? És szállunk egyből. Well, what's eating you, partner? Mi a helyzet, kérdezi. Oh, I'm sorry, I'll drive. Elnézést. Siama. Elszáradok mindjárt, mondja. Furcsa kérdést feltehetek. Tudom, hogy nevetségesnek hangzik, de... Yeah, nincs is ötletem, hogy miről beszélsz. There's these funny rock carvings. They look a bit like this. Okay. Aha, yeah, szóval, well, hogy ilyen hő faragások vannak. I sort of like really badly have to find all of them. Mindent meg akarja találni. It's sort of a puzzle thing of me. I know, it sounds ridiculous. But I'm on the up and up, and it's really important. Little rock carving. Értetetlenül beszél, hogy I'm on the up and up. Nincsenek semmi értelme. Well, it's sort of very complicated, and ezek a puzzle-ok nagyon komplikáltak. What? Mi van? Are you? No, I wish. No, I'm lost. Eltévedtem, azt mondja. Hosszú történet. Megtaláld ezeket a faragványokat? Well, I sort of need them. Szükségem van rájuk, ha megtalálod. Jól megfizetlek, mondja. Küld nekem részleteket, tessék itt a kártya. Biztos, hogy megoldod. Francis Sinclair vagyok, Arthur Morgan. De nem értem, hogy mire kellenek ezek.
If I told you, you'd think I was on the hooch. What? I don't have a lie down. I don't feel very well. And neither would you with... Eh, but... Hey, what harm could it do? Ez hülye teljesen. Igen, 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 Arthur szerint is ennek a csávnak nincs ki mind a négy kereke. Össze-vissza beszélt, random szavakat használt, olyan, meg olyan, nem volt semmi értelme annak, amit mondott. Kicsit lefekszik, mert hogy rosszul van, ennyi volt az értelme ennek. De hogy én is rosszul lennék, ha pont. Utána be sem fejezte, és utána mondott megint valami hülyeséget. Nagyon-nagyon furcsa szerzemények vannak ebben a játékban. Ezek lovak? Igen. Jó, random találtunk egy csávót ezek szerint, aki ilyen dolgokkal foglalkozik. Ez lenne az... Ovangila? Nem tudom. Valami gát. Azt még meg sem néztük amúgy. Ez viszont ez a ló, ez szágú, de másik lovunk az meg benn van az istállóban jelenleg. Éppen ellátás. Óóó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  Nyugalom. Éppen ellátás alatt van. Most majdnem leestünk. Szia, Axi, hogy vagy? Mi a helyzet? Azt hiszem, tudom, ha megcsinálod, meg tudod. Majd megcsináljuk szépen. Átvágunk itt keresztbe. Mint egy bevándorló, aki fordítja az anyanyelvéről angolra, amit mondani akar, mint én, amikor néha nem ismerem a német kifejezést, magyar fordítom, néznek rám, hogy mit is akarok mondani. Sokszor kerülsz ilyen nyelvi kalamajkába egyébként ott kint Németországban? Szép lesz ez a környék, nagyon is tetszik. Elmászunk, remélem fel tud menni a ló. Ez az. Ó, ez gyönyörű lesz, gyönyörű. Ez milyen állat? Nyugalom. Ez milyen állat ott fenn? Az nem is állat. Azt hittem ott van valami madár. Nem az... Hát vagy biztos, hogy nem az? Nem az valami kavics. Nem lehet, hogy ez az a faragvány, amit keres? Álljunk már meg, hát de lehet, hogy ez az, amit keres a csávó. És random így rátaláltam volna. Nem, ez valami más? Vagy mégiscsak az? De érdekes. És nézd, mutat egy nyíl erre. Wow. Itt aztán rendesen fúj a szél. És nem hoztam meleg ruhát. Ez inkább egy napóra. Igen, de mutat nekünk egy irányt, látod, erre felé. Azt a minden, itt rohadt magasan vagyok. És ott nézd, csak ott van valami település. Melyik az? Észak felé nézek? Nem ismerjük azt a települést, ami arra van. Nem, ez inkább egy farmstead. Hát, nagyon komoly ez az egész. És az ott kicsoda? Van valami táborhely. Merre mutatott? Várjál, hogyha erre áll, akkor erre mutat. Lehet, hogy itt találunk még fent a hegyen valamit. A lovammal mi lesz vajon? Megpróbálom hívni, de nem hiszem, hogy tud velem jönni. Hát megpróbálkozunk azért. Nincs ott lent valami? Ez valami nagy állat, hallottad? Valami behörgött. Ilyen király itt a zene. Ilyen kis ambient. Lehet, hogy ez az a szikla, ami nekünk kell. Érdekes, de jön ide. Ó, nézd! Mi a fene? Tegyük azt el. És nézzük meg, hogy mi van a földön. Rifle cartridges. Ez nem lehet, hogy valami menőbb binokuláré. Van itt töltény, de miért adnak itt töltényeket? Lehet, hogy valaki más is itt járt már, hogy keressen valami kincset. Ez tökre jó, hogy így lehet random találgatni dolgokat. Nem tudok már mást felvenni, inkább csak felkapaszkodik karakterünk állandóan. Lehet, hogy kimegyünk arra a szirtre is. Szirtnek számít ez? Nem vagyok egy nagy hegymászó. Több mindent is megnéznék. Elképesztő, hogy hol vagyunk fenn. Másztatok már ilyen magas hegyre?
Elég gyakori. Sok német kifejezést ismerek, mégis egész napos kommunikáció során rendre előfordul valamit mondani akarok, úgy gondolom ezt ők is így mondják, akkor mindig kiderül, hogy nagyon nem. És hogyan állnak a németek a kívülállókhoz egyébként? Kíváncsi vagyok, mert azt tudom, hogy a franciák azok nagyon nem nézik jó szemmel, hogyha nem beszélsz mondjuk tökéletesen az ő anyanyelvükön, és inkább kijavítanak, mint hogy megszólaljanak ők angolul. De nem tudom, a németek így általánosságban milyenek, legalábbis ez a sztereotípia velük szemben. Állj meg, állj meg, kis haver, állj meg! Azt hittem sose áll meg. Ez csak a szakadékban. Minden rendben. Csimézzük ezt a lovat, csimézzük. Rohadt sötét van idefenn. Még mindig nem tudjuk, hogy mit keresünk, hogy mire mutatott az a nyíl. Le tudsz itt esni? Aha, király vagy, nyomod. Sorry, boy. A németek szivárvány is sokkal elfogadóbbak, de jó. Ez tök jól hangzik. Nincs esetleg valami? Nem értem, hogy mit mutatott a nyíl. De lehet, hogy az a nyíl az nagyon a távolban mutatott. Mint hogyha itt jönne valami mögöttem, de szerintem csak sziklák gördülnek lefelé a hegyoldalon. Tök jó itt a hold, ahogy arrafelé világít. Hát jó. Nem tudom, hogy mit keresünk, de megyünk. Itt megint csak nem kellene leesni, ugye? Viszont ott a sziklánál lehet, hogy látunk valamit. Megint valami nagy, nagy morgás, valami állati robaj hallatszik, szerintem ez egy mackó lesz. Nem akarsz ott leugrani, azt mondod? Jó, jó, körbe vagyunk akkor. Ugalom. Szia, Giver, hogy vagy? Zebrára cseréltük a lovat, igen. Így, ahogy mondod, szevasz. Befogadok már, akikkel én találkoztam, 80 milliós országról beszélünk, biztos vagyok benne, hogy nem mindenhol ilyenek. Azért van nekik egy kis múltjuk, nagyon-nagyon küzdenek, kompenzálnak mai napig, megszokták külföldi valamit maguk németül, mikor összetett szépkerek mondatokban beszélsz, akkor nagyon meg tudnak dicsérni és örülnek neki. Aha, ez aranyos. Alátogatott meg a német főnökünk, elkezdett magyarul tanulni, magyarul mondta, hogy boldog új év, utána nevetve nagyon nehéz magyar nyelv. De jó, ez tök jó fej dolog. Ez mi? Csak kavicsok, semmi más. Nyugtalan a lovunk amúgy. Hiába nézem, szerintem itt nincs semmi. Hogyha ti látjátok, hogy elmegyek valami mellett, mert éppen mondjuk a chatet nézem és arra reagálok, mert hosszú üzeneteket írtok éppen is, sokat olvasok fel. Hogyha látjátok, hogy elmegyek valami mellett, kérlek szépen, hogy figyelmeztessetek, hogy Moki menjél vissza, ott van valami. Medieval Dynasty távjátok küldetlenül fusson Linux alól, most középkorozom. Miért pont Linux egyébként? Kíváncsi vagyok az érveid mellett, hogy miért jobb Linux alól játszani. Dave Priestnél mindig látom, hogy az a jó. Igen, igazad van, valóban gond lehet, hogyha nem eszek valamit. Nincs nálam ilyen gyümölcs vagy egyéb, amivel egy kicsit rátolhatnék? Hát az alig tol vissza bármit is ez a sózott hús. Lehet, hogy ilyenkor tábort kellene verni, amúgy nem? Ez mindenre nyom az alma, még a lóra is? Ez komoly, de nem túl sok HP-t ad vissza. Ezt még nem ismerjük, hogy mire való. Kocka cukor? Ez is a lónak való amúgy. Egy darab kenyér, na ez kell nekem. Ez az, ami kisegít a bajban. Ha a húsit megsütni, de minálban segítene. Igen, ezt én is így gondolom. De tudod, mit nem fogok csinálni? Eszünk egy kis kenyeret. Az mindig jól jön. Mindjárt hidratálok, ez a kiváltás. Nem csinál olyan random és adhok ökösségeket önkényesen, mint a Windows. Aha. Például. Nagyon szép ez a kis virágos mező itt a holdfényben. Amúgy meg lehet, hogy mégiscsak tábort vernénk itt, nem? Reggel sütnénk, csinálnánk kávét. Visszabban a csávó elmentünk mellette, mert találtunk valamilyen érdekes kavicsot, és annak a nyomait követjük, de... Itt az idő begyűjteni a vérdíjat. Itt láttuk ezt világítani? Felszállnak itt a pávák azonnal.
láttunk valamit világítani, nézzük csak meg itt laknak itt. A fene vinné mondja. Itt nyomtok, srácok. Szevasztok. Hey, this here's a private financial matter, so why don't you keep right along? Privát financiális matter. Nem akarok semmi érzékenybe beleavatkozni, főleg nem pénzügyekbe. Rátok hagyom. Egy szép van a srácoknál, amit próbálnak ki nyitni. Elgondolkodtató. Egyes, öljük meg őket és vegyük el a szép tartalmát. Remélhetőleg kinyitván ki tudjuk nyitni valahogy talán. Vagy ha más nem dinamittal felrobbantjuk, egyes. Kettes, hagyjuk őket békén inkább. Szia, baby teacher. Te mit tanítasz? Igazán nehéz nekem a szavak névelői. Képtelen vagyok megjegyezni, mikor melyik szó derdi vagy das. Azt mondják, a németek le sem szarják azt. Nekünk a német tanárunk azt mondta, hogy nem kell túl izgulni. Magyar nyelvben nincs, nem egy asztalnak, ennek nincs semmi értelme. Ez így van. Kilutolni helyettük? Mindenki azt akarja, hogy öljen meg őket. A németek csak a D betűt ejtik. Ja, szerintem ők se tudják mindig valószínű, hogy a Linuxot használok általában, az nekem jobban fekszik programozáshoz, mint napi dolgozni, jobban szeretem a Linuxot használni, hogy Linuxon ebben van választék, nem csak egy C-koncepció van kötve. Tökre jó lehet amúgy. Hát srácok, ma nincs szerencsétek annyi szent. Pont rossz ember botlott belétek, úgyhogy... Nagyon sajnálom, de... Ez van. Az élet rohadt kemény itt a környéken. Well, let's see if this safe is worth the effort. Ezt is kilútoljuk még. Hey, hova megy? Na most meg kellene nézni a széfet, hogyan lehet kinyitni. Valami módja biztosan kell, hogy legyen. De most nem férek hozzá, vagy? Vegyük fel ezt a fickót, mert itt csak bezavar nekünk. Bizonyos műveltségi szint felett, mert tudják és ejtik is, aha. De szép ló ez, azt a mindenit. Wow, ez gyönyörű. Nyugalom. Ez nagyon szép, fázik a karakterünk, amiatt megy le a HP, már látom. Hogyan lehetne ezt kilútolni? Ezt a kalapot felveszem, mert most már idegesít, hogy mindenáron rá akar nyomni a karakter. És akkor most elméletileg itt vagyunk a széfnél, és még mindig a csávót akarja felvenni. Lehet, hogy ezt tényleg csak robbantással mehet? Van telepítve Windows, de kényelmetlen újra butolni másik operációs rendszerű játék miatt. Általában multitaskoloknak játékból ablakon félreteszem, ügyködök olyan dolgokkal a Linuxból szoktam, ezért örülök a Windowsos játékát. Protonból akkor nem kell kapcsolgatni, lustálnék. Aha, hányféle Linux verzió van? Biztos számtalan. Kettlemmel, Revolver, és látod, még mindig csak a izére megy rá. Hogyan lehetne erre rá menni, ránézni, kilútolni? Próbálták, úgy láttam, feltörni valamivel. Na jó, hát akkor ilyet még nem csináltunk, de megpróbálkozunk ezzel is. Elméletileg van nálam dinamit. Lifehack, egyetül a kicsit furcsa megoldás, lóhát, ha rárugsz egyet is kinyílik. Nem tudok lóról rúgni, de van dinamitom. Szerintem van. Valahol legalábbis. Nem tudom pontosan merre. Ingredient, matéria, kit. Hát ott már van ilyen luck breakerem, de ez szerintem nem segít most ebben. Esküszöm, hogy volt nálam dinamit, az most eltűnt? Összenevezhetek nekem a Linux-olásom, mert beszarok. Amikor hibásan használod, ragozod, olyan, mint hogyha magyarul azt mondod, itt vagyok az önkormányzati hivatalba. Értelek, persze. Eddig volt nálunk, én láttam, hogy volt, aztán most eltűnt. Nem lehet, hogy a lónál van? Horse cargo. Könnyen lehet, hogy be van téve a lóra amúgy. Hát... az a baj, hogy annyira átláthatatlan nekem ez az inventory. HP-nkat majd még fentebb kell tolni. Vagy letáborozzak ide? Tuti tudsz rúgni, dinamit dobható fegyvereknél van alul kb.
De az hol vannak a dobható fe... Ja, hogy úgy érted, hogy... Hogy horse weapons, és akkor így... Lantern és hunting knife... Ott van a dinamit, mondtam én, 8 darabon van, látod? És ez be is gyújtja? Ez hülye! Hát megdobtam és lejött magától. Láttad? Megdobtam és lejött magától. A nem jóját. Az a ló az elfutott. Billfold van benne. $20. És még egy 20-as. Na jó, hát $40 megérte amúgy. Szerintem. Mondjuk két ember életet követelt. De legalább megtudtuk, hogy mi van benne. Meg jó, hát persze egy dinamit költsége is rajta volt. Ez nem semmi, hát konkrétan ránk reggeledett, mire ezt sikerült megoldani. Nem ismertem még ennek a menetét, hogy hogy kell ezzel szórakozni, sajna, bocsi. De most már legalább rájöttünk. Tapasztani is lehet. Ezt láttad, hogy megdobtam és kinyílt? Féltem, hogy minden zseton, ami benne van, az tönkre megy. Jó napot, uram. Nem tetszett neki, hogy átvágtam előtte. Annyira ügyesen dolgozták ki, annyira látszik, hogy minden terület a játékban valakinek a keze munkája. Tehát, hogy gondosan ide rakott kavicsok és fák vannak, tudod? Nem csak rászórták egy éjjájjal, hogy ne szemenjél. Milyen állat? Keleti vad... mi ez? Itt enemi van. Milyen enemi? Ott állnak a fiúk. Vadásznak rám. What? Mi ez te? Egy puma? Ez hülye. Istenedet! Benyomtunk egy remedy gyors, oké. És akkor az, aki ott ment közben. Ott az a másik, aki mellettük áll. Na jó, azonnal van, ki kell találni ételszinten. Ez nem semmi volt. Puma, puma volt. Keleti vad puma. Buknak rád a pumák, hát mindig is ez volt a vágyam ebben a játékban, hál' Istennek ez is eljött. Farkas szívvel lehet adni? Kell veszünk egy kis salted beef-et szerintem. Meg akkor már inkább kettőt. Kalapom meg hova lett? Biztos úgy rám nyomott egyet, várjál, lehet, hogy itt van. Itt megvan. Megfelelően kezelted a helyzetet? Shotgun elő és nyomod? Tönkrement puma. Egy ruined kugár. Ajjajjaj. Hát igen. Tönkrement puma. Az a fickó az most ellenem van vajon? Jó napot, uram, mi a helyzet? Hey, partner! Érdekes. Ezek szerintem minden áron engem akart. Ez az én lovam. Mit keres itt az én lovam? Akkor kinek a lova volt ott hátul? És ezeknek a lova akkor meg elszaladt? Feltételezem, igen. Ez az én lovam, senki nem látja, hogy kilútolom őket, mehet. Fejvadászok találtak rám. A határ mellett. És hol van a társa? Én nem látom. Kettőt lőttem le, ugye? Mindenképpen kettő hunyt el. Akkor lehet, hogy erre felé álltak itt a víznél, inkább. Bocs, ráléptem. Eskü, hogy kettő volt. Na mindegy, gyere. Vannak olyan pasik férfiak, szeretik, hogyha egy vadmacskával van dolguk, szerintem nem egy ilyen pumára gondolnak. Hát! A kalap az nagy kincs ebben a gémben. Annak nem szabad elvesznie.
Túlhasználtad? Ruin. Romba döntött, tönkrement. Az... hagyjuk inkább. Várj, a legendás állatterritórium. Ó, a legendás állatterritórium? Még a végén, nehogy megtaláljam a legendás állatot. Ott van valami kérdőjeles, nézd. Milyen nyomokat találok? Ez valami bunda. Autobocs, köszönöm szépen neked a 14. havi. 14. havi elképesztő feliratkozásodat. Köszönöm szépen. Nagyon-nagyon kedves. Köszönöm. Hogy vagy? Mi a helyzet? Vagy a következő nyomhoz. Mit csinálsz, Arthur? Ú, egy legendás állat leülése következik. Akkor majd a trappert is meg kell látogatni, ugye? Egy kis kaki. Tehát, hogy kaki. Jaj, de szép toboz. Nem tűnik közelnek. Majd mindjárt ott lesz. Nálam van minden fegyver, ami ehhez szerintem. Vagy meg mokibott a szemétláda. Nem mondom, hogy hiányoztál. De hogy az oroszlán legyen? Benne van pedig. Ide is kakált. Ez végig kakálta az egész hegyoldalt. Akármilyen állat legyen, ez lehet nem is eszik, csak kakál. Buck dung. A buck az egy buck. Okay. És ott van fent, nézd. Ő az. Ő lesz az, szerintem ő az. Ő a legendás buck, igen. Mindjárt bejön a látómezőbe. Lesz egy puma után egy orosz lány. Hát, itt van minden ebben a játékban. Gyere még, gyere még. Annyira szeretném itt tanulmányozni, hogy tudjuk, hogy mivel kell lelőnünk. Show info. Mi ijjal kell. Hát Poison Arrow, az nálam nincs. Golgotai buck. Lesz egy nagy buck lövés. Igazi kukkoló vagy, ez a játék sok mindent elárul. Azért, mert nézem a vadállatokat, most miért mondod? De nem szoktál, vagy ti nem használtátok a játékban a izét? Aj, az ógre! Köszönöm, hogy a morcos ajándékozott a mogorvának. Nagyon szépen köszönöm a támogatást, nagyon kedves. Ezt akkor el kell tenni, mielőtt felveszed a horse weapons-t, ugye? Mhm. Hát meglátjuk, hogy mennyire sikeres lesz. Vagy mennyire nem. Nem tudom, hogy íjjal mire megyek az ellen. Ott van szemben amúgy. Szépen lassan fogjuk megközelíteni, szép csendben. Sőt, szerintem megpróbálom elfedni a szagomat. Aha, ezzel. Porsche, ne haragudj, nem állnál meg itt esetleg, hogy ne gyere már velem. Hallod, állj már meg, te személy. Hogy lehet megmondani a lónak, hogy ne kövessen? Hát de most én most frankon megyek az átra, te meg jössz velem. Istenem. Mindegy, mivel nyílod, a legendásnak nem megy szét a prémje. És ezt az állatot csak prémügyileg kell elvinnem innen. Ennyi ne, Horse! Azt a mindenit neki. Ez igen. És ezt fel lehet pick-up-olni. Ez jó volt, ez szerintem jó volt, mehet is egyből a lóra. Most az a baj, hogy idejöttünk a csávóért, ugye? És a csávót nem tudom felrakni, mivel hogy egy legendás állat van itt rajtunk. Pedig itt lenne a vérdíj, a trapper az. Ó, milyen szerencse! Hát itt van mellettünk az is. Micsoda mák? Na mehetünk.
Meg lehet mondani, hogy maradj a nyugton? Porsche helyett Porsche? Nem, teljesen jók voltunk szerintem. Igaz, hogy a második nyilvessző az már csak pánikból kilőtt, hogy álljon már meg, de... De nem veszed el a legendás állatomat, jó napokat! Már nem is vagy annak illú? Szerintem ez jól sikerül. Hopp. Vigyázzunk. Bajkeverők vannak a környéken. Most mi legyen? Hozzak én is bajt. Ki kéne őket lootolni, ugye? Vadászak rám a Bounty Hunter-ek. Az igen? Szívlövés innen. Az meg lett csinálva, csak mondom. Ez most nagyon meg lett csinálva. Még jöttek a Bounty Hunter-ek, és szerintem itt a határ mellett elképzelhető, hogy sűrűbben itt van. Odriszkollok jönnek. Odriszkollok. Ezek hogy kerültek ide? Tegyük el a fegyvert. Ezek random ide spawnoltak mögénk. Hogy meglepődtek, hogy mindenki meghalt a táborban, mi? Nem semmi. Esküszöm amúgy, hogy a távolságból leadott lövéseim, ezek a rajtaütések sokkal jobban szoktak elsülni, mint amikor a Lancasterrel ismétlővel megyek az enemire. Valahogy ez jobban működik nekem, nem tudom, hogy miért. Még lehet, hogy a Dead Eye is be volt töltve, aztán ez sokat segített a helyzeten. Szia Reja, hogy vagy, mi a helyzet? A Mobox az jöhet. Ott akármi is van benne, azt én felveszem. Inkább pisztolytöltényeket láttam. Van itt olaj a fegyverekhez. Kell valamit karban tartani? Nem, amúgy minden fegyverem tök jó állapotban van. Molotov is van. De jó. És dobó fejsze is. Tök izgalmas. Soha nem használtam ilyeneket még. Ebben a játékban pedig amúgy lehetne szépen lassan csöndben ledobálni az enemiket. Ez micsoda? Ezt el lehet olvasni? Kíváncsi vagyok, el lehet-e olvasni. Sajnos nem. Odriszkollok. Nem lehet, hogy rám vadásztak? Ennél a szituációnál már semmi nem lenne. Ne aludj ott! Arthur. Kivonszolnád a segget, kérlek? Köszönöm. Hát és hogyha izé fertőzött, mint a Deadmanben. Azt hiszem ez volt a címe. Megvan nektek az a fiam? Azzal a csávóval, akinek az a nagy pere volt a feleségével most tavaly. Hát ez a housecure, ez nem kell nekem. Az jó lesz, az kell, kaja az mindenképpen. Lehet, hogy tudok itt amúgy főzni is, és fogok is, mert hogy van egy csomó kajánk. Van egy kis kávé. Ground coffee, ez azt jelenti, hogy a földön van. Ne vedd fel! Nem, lootolod. Lootolni, azaz. És biztos, hogy van valami ládájuk is, amit elvihetnék magammal. Mi lett vajon Ivánnal? Tök kíváncsi vagyok rá, lehet, hogy beszippantotta a játék. Pumák is tudnak lőni rendesen megdolgozott állapotban. Az komoly cucc. Az komoly. Miket ki nem találtok? Szingli vagy, ugye? Ó, várj, itt van valami kártya. Inspektálom. Egy a 12 cigarettakár, de ez egy másik set, azért egy a 12-ből.
Furi, nem, hogy azt írja, hogy 1/12, holott ez már sokadik ilyen cigi kártyánk, cigaretta kártyánk. Itt ebben van valami? Igen, az egy hajzseli. Lement rólunk a szagcsökkentés. Nemrég értem haza, oda voltunk kolléganőmnek, este picit most késői vacsorázok. Késői? Hát én még csak ebédeltem. Mondjuk direkt nem ettem meg az ebédemnek a nagyobbik részét, mert... Nem, bocs, a kisebbik részét, Craft Cook, igen, mehet. Nem akartam, hogy itt kajakómában legyek este nektek, miközben játszunk ezzel a csodálatos játékkal. Plain Big Game, ezt megsütöm szerintem, menjem. Észrevettétek, hogy a hidegebb területeken nem volt megfelelő ruházatunk, és ezért kaptuk rendesen a damagét a HP-ra? Na most rendesen felkajáljuk magunkat. F betű. Ez is a Prime Beef is mehet, persze. Ez nagyon szépen tölt vissza mindent. És ebből van nálunk jó néhány. Szerintem megsütöm mindet és elraktározom. Ilyenkor nem lehetne... Mi, most megsütötted? Nem, tedd el, kérlek. Plain, Prime Beef. A plain az most az azt jelenti, hogy jól megsütötte, vagy hogy kevésbé? Nem tudom, egy jokliket szerintem, joklik abba hagyhatta a sütést, vagy nem tudom, mi lett ott vele. Elrakjuk ezt is szépen. Többet nem is tudunk sütni. Oké, de megvagyunk. Megvagyunk, és talán elhoztunk innen mindent. Szóljátok, hogyha nem vettem észre mindent is. Csinálunk egy kávét, jó? Bár nincs rá szüksége karakterünknek, de jobb az, hogyha ott van. Amúgy is reggel van, egész este úton voltunk. Szia, Sammy Hawkins! Nagyon szépen köszönöm neked a támogatásodat. És nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki úgy dönt, hogy segít fenntartani a csatornánkat, hogy idén is lehessenek tartalmaink. Nagyon nagy szarban voltunk a tavalyi évben, úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm tényleg, hogyha most úgy döntötök, hogy támogattok, hogy itt lehessünk. Köszönöm, köszönöm. No. Szerintem a... Na, várjál, most akkor elvehetem a kávét, ugye, ami itt van. Így is van. És akkor itt meg már más nem találsz benn. Medical box az most nem kell. A trapperhez igyekeztünk éppen. És oda is fogunk menni, hogy leadjuk ezt a legendás vadállatot. Itt van még valami? Itt biztos van még valami, de nem hiszem, hogy nekünk kell. 7 órától folyamatosan vacsorázó van. Ez már 2,5 órája volt. Van a trapper úr, maga itt van az Odris kollok mellett. Láttad, mi történt? Nem én lőttem először. Úgy kezdődött, hogy visszalőttem. Vettem eladni dolgokat. Mehet ez a rabbit pelt. Perfekt állapotban azt gondolom, nem ide kell beadnom. Ezt igen. Azt igen. Azt most egy kattintásra eladta. Ez annyira furcsa ez a játék néha. 31 dollárt ért neki. És hogyha most csinálni szeretnék... Én, mi a baj? Mi a baj? Én, mi a baj? Miért akarja, hogy elmenjek? Most... Mi volt a baja? Szerinted mi a fene történt? Hát ezt nem értem. Uram! Álljon már meg! Jöjjön már ide vissza, hát ezt... Álljon már meg! Most álljon meg! Nem akarom megkötözni, de megfogom. Pont a kőre! Kérem, uram, álljon már meg, hát nem akarok én balhét. Itt nem lehet ebben megérteni. Lefejelte azt a nagy lapos kavicsot, láttad? Na, és akkor most figyeljen rám, jó? Az lesz a lényeg, hogy... Nem lehet felkapni ilyenkor. Úgyhogy nem lehet felkapni. Beszélgessünk már kissé. True. Itt mit lehet dobálni? Ja, hogyha a lasszót rádobni, nem. Nem értem. De nem hagyhatom itt megkötözve. Most ezzel már biztos, hogy nem leszünk jó barátok, ugye? Jó. De csak menjem. Itt a hátunk mögött van valami balhé, látod ezt?
Hát, hogy engem keresnek, és igen. Szerintem igen, ők azok ott mennek. Hát a Trapper így nem tud nekem legendás trinketet csinálni. Szerintem az Odriscollok táborát nézik át éppen a fiúk. Aha, igen. Talán fejvadászok. Ilyen szar lenne, hogy valaki. Ó, uram, atyám. Ilyen gyönyörű lövésekkel leteríteni mind a kettőt, ugye? Lett olyan Dead Eye. Őrület. Kik voltak ezek a fiúk? Bounty Hunter-ök voltak, rám vadásztak. Soha nincsen nyugtunk. Követnek, a nyomunkban járnak állandóan. A lovától is elvenném azt, ami nála volt, vagy az elszaladt teljesen? De a Trappernél nem tudtuk megcsinálni akkor, amit meg kellett. Gondolom, hogy mindegyik meg tudja csinálni, nem? Tehát, hogy egy másik Trapperhez megyek el, akkor az megcsinálja ehelyett majd a dolgunkat. Itt is van két hulla. Mi a fene? Mi a fene? Ez megölt kettő figurát. Mi történhetett itt? Ez is fejvadász volt, és nem én öltem meg, hanem a kutya rángatta le őket a lovukról. Őrület. Annyira... random dolgok történnek, és annyira királymód. Csak nem eszem meg a húsát ennek, nem? Ne, maradjon. Farkasok itt brutálisak, én is úgy látom, igen. Na most, hogy láttuk a legendás állatot, begyűjthetjük ezt a fej... mi az a... mondjad már a vérdíjat a fején ennek a csávónak. Mindkét kézzel tudsz egykezes fegyvereket fogni, nem tudom próbáltani már kettők ezt a fentinyit. Az a baj, hogy a másikunkon... Jaj, várjál! Aha, most már van egy másik revolver, mert eddig egy shotgun volt, meg egy izé... Hogy a rohadás ügye ki. Milyen állat? Milyen állat volt ez? Uramisten. Szegény. Jaj. És ez most lerántja. Farkát! Holy shit! Ezt nem csak a nyulakkal tudod megcsinálni, mekkora varázsló vagy, te jó ember. Azt a mindenit neki. Hogy kirántotta a kis bundájából? Jaj, de most nagyon kis mesztelen, olyan, mint egy kis patkony. Azt a mindenit, szegény. Kis vékony farka, milyen lompos volt régen. Mielőtt lerántottuk volna. Szegény mosómedve. De hát elütötte egy ló, hát nem tehettem róla amúgy. Most meg már csak nem hagyom itt, akkor már szolgálja a cél érdekét, nem? Van ott amúgy más is itt. Több halott állat. Ez a farkasunk, ugye? Az Odriscoll csicskák mellett. És akkor ott milyen halott van? Ez mi? Egy puma? Na hát. Szálljunk le. Ezt a pumát nem én intéztem el? Szerintem amikor itt kemény harcokba keveredhettünk, az lehetett. Ja, és ez volt a tönkretett a puma. Igen, igen, igen. Na jó, akkor mehetünk. Tudom, hogy egyszerre a kettőt, csak a shotgunt nem akartam a revolverrel használni. Mi ez? Mi ez? Van valami. Valami elment, valami elkúszott. De kígyó lehetett? Láttátok ti is, hogy pirosan itt volt? Szaga az nincs. Az mi? Ott egy ló, ott egy ló. Szerintem azoknak lehetett a lova, akik itt maradtak. Megpróbáljuk ki lootolni még. Ugi. Jól van. Itt a gazdád vére van a kezemben, de semmi baj. Én csak lootolni jöttem. Nem rúgdosunk, nem? Na. Szerintem rúgni akar. Hogyan lehetne kilootolni a nyeregtáskát belőle? Ha felszállok, jobb lesz így. A másik lovam az meg biztos, hogy közben féltékeny lesz. Jól van, kis haver, jól van.
Elvigyem az istállóba, ha már rajta vagyok. Amúgy is nem baj, ha két lovon van. Itt lakik fent az a csávó elvileg. Nyilván farkas. Hogyan lehet két fegyver? Így. Elég keménybe nyomja ez a csávó a dupla revolverrel, azért nem mondtam, de ez nagyon meredek volt. Vágod, ahogy jöttek a farkasok, a pumák, meg a minden. Így már akkor kettő ele vagy? Ez mit jelent? Több koncert van egyszerre, az nem jó, hogyha látják másikat megülöd. Kíváncsi vagyok, hogy vajon tényleg nem. Várjál, valaki jön, láttad? Ott voltak szemben. Ja, ezt támadni akar, abszolút Jimbo effekt volt, ja. Ott jöttek a fickók, szerintem engem vadásztak. Gyere, nem kell félni, ezek hullák már. A két ló erős, elnézést, nem értek ezekhez az autókhoz. Hát a másik ló a sajna elfutott, amikor látta, hogy jönnek a farkasok, úgyhogy. Ez milyen állat itt? Aha, ezt megették. Biztos ez is valami legendás. Ah, várj, itt van egy kis zsája. Ezt felvesszük. És látnunk zsáját, nem? Salvia divinorum. Brutális halúzások történnének. Lenne olyan természetes narkózás. Jó lesz. Igazából a feje az használhatatlan, mert szerintem 6 lövést kapott agyügyileg. De a bőrét még valamennyire el lehet adni. Na gyere! Aztán meg azokra a bőrökre fogjuk ráaggatni a csávót, akit mindjárt elfogunk. Az lett volna a terv, hogy kettőt, két lóval megyünk, és akkor a másikra felrakom, az enyémben meg visszük, tudod, aztán. Vagy mi, érted? Ez a D betű itt miért van most lezárva? Ez miért van itt lezárva? Azért, mert jönnek ketten, ugye? Aha, engem kergetnek már megint. Na jó. Pedig erre jönnek valahol. Ez nagyon meredek terület. Soha nem volt még ilyen a játékban, hogy ennyire üldöztek volna. Nem lehet, hogy ők is ugyanazt a bounty-t kergetik, amit én? Na, a fára! Állj már meg, te meg! Ott megvan. Állon lőttük. Ment tovább a lovam. Ezt viszi magával. Nézd, végig húzza. Ott dőlt le. Minden szuper, kis haver, minden szuper. Nem lehet, hogy ebben a megyében fejpénz van rajtad, nem? A szomszédosban van, és annak a határán vagyunk. Nem azért jönnek át. Iszonyat, hogy mennyien vannak. Mennyi pénzed volt? Nem is volt nála, hát egy ilyen aranybigyula. Menjünk közben, mert itt van fent a csávó valahol. Akkor szoktak ennyi... Látod itt? Nem lehet, hogy a trapper miatt lett most már itt is ilyen, nem? Na ez jó kérdés, mert ez eddig nem volt. Hát... Na nem baj. Jó ez így. Legalább van egy kis akcióúton útfélen. Kellene nyomnunk szerintem valamit. De igazad van, akkor tényleg van rajtunk ilyen. Ebbi Gyula. Itt már pirosba jársz, igen. Azt nézem, hogy ez a Snake Oil, ez megtol mindent. Opened verzió. Nem azt mondtátok, hogy akkor úgy kellene csinálni, hogy a telit nyomod félbe, és akkor a... Aha, ez így kelleni is fog szerintem. Van körözésed. Hát én körözött vagyok. Ó, van azért töltényünk rendesbe. Hogyan lehet ilyen 400 kúlókkal mászkálni? Hogyan bír el egy ló ennyit? A természetben a lovak nem szoktak a muníciót hordozni, nem? Most itt azt a csávót keressük, aki elméletileg bountyval rendelkezik a fején, szóval megpróbáljuk elejteni őt. Remélhetőleg élve, persze. Kicsit úgy döntöttem, hogy akkor lefekszem.
Eddig itt voltam úgy. Már megint hova megyek? Mert D betű felé megyek, és ide kéne mennem. Átvágunk erre felé. A staminám olyan, mint egy gyereké. Mi az, ami tölti a staminát amúgy? Mármint ilyen nagyba. Ez a Dead Eye Core, akkor lehet, hogy ez az a stamina? Nem, ez a HP. Hű, hát nagyon össze-vissza vagyok. Ez mindegyiknek a izét tölti vissza. Korokkal nincsen baj szerintem. Na jó. Majd mindjárt kipihenjük magunkat. Szomszédos hegyen kell, hogy legyen, ugye? Balra, még mindig balra. Ez jó szar lesz itt átkelni, de megpróbálkozom vele. Próbálsz úgy tenni, mint egy érett felnőtt nő lennél, nemrég japán uniformus iskolás lány hazánkba, egy cserediáként szép próbálkozás, senki nem veszi be. Végbe vagytok már megint. Melyik a kanos túlzottan? Elkezdtünk a pumákról beszélni, és azóta mindenki meg van őrülve. Ja, ezek a bounty hunterek házhoz hozzák a lootot, ez így van, ahogy mondom. Ott van lent a csávó, lehet, hogy egy bányába fészkelte be magát, nézd, ott lent. Á, de macit hallok odabenn. Lokérte Joshua Brown-t, aki élve kell. Hát akkor ez egy mentési pont lesz itt szerintem. Mielőtt bemennék oda. Szia Gábor P, hogy vagy, Mizu? Lehet, hogy ezt a kávét már 9:38-kor nem kéne befejeznem. Proceed with caution. Óvatosan menjél be. Ez dinamit? Ja nem, azt hittem, hogy ez ott egy ilyen gyuta. De az! De rám ne robbantsa. Dead end. Zsákutca kishaver, mondja Joshua. Sehova nem mehetsz, fejvadász. Nem azért jöttem, hogy megöljelek. És kajak. De nem számítan akkor se, hogyha azért jöttél volna. Csak egy kijárat van innen. És az rajtam keresztül történik. Nyugi már. Mondok majd valamit a törvénynek. Nem lesz könnyű. Hát, hogy megtaláltál, de nem fogsz legyőzni, fejvadász. Nézzük. Aha. Mind a ketten meghaltunk. Az komoly. Az nem semmi. A kezét lőd? Jaj, tényleg igazad van. Hát el is felejtettem. Valóban a kezét kellett volna. Ez a fickó lehet, hogy gyorsabban ránt fegyvert, mint gondolnád, nem? Double kill! Mutasd a kezed, majom. Megvagy. Valaki el lett kapva, ugye? Na, légy férfi. Ne vágd el! Te hülye! Ne! Mit csinál? Jézusom! És miért vágtad el? Nehogy a nyakakörék... Mindjárt leesik ott és fellógatjuk. Miért vágta le? Van itt maci a környéken, csak szólok. Most miért spoilerezel, Triptonic? Én szoktam neked szólni, hogyha medvék vannak a környékeden? Nem, akkor meg... This is very kind of you. Ah, milyen kedves az, ez is túra. Na jöjjön. Bekötöttük a száját is. Igen, tudom. Vigyázni kell a késsel. Na, mehet is. Let's go for a ride. Most egy kicsit lovagolunk, jó? Meglőttél. Oké, hogyha párba jözzel, akkor meg kell, hogy öld a másikat. Nem kiütni, meg felkötni, vagy megkötözni.
nincs bennem decency, az mit jelent? Méltóság, vagy ilyesmire gondol? Már visszük is vissza szépen Strawberry-be. Hogy neki hitet? Nem, nem. Kíváncsi vagyok, miket akar mondani, hogy meggyőzzön. Jó kis téli szalámi szép emlékek. Húl is. Óvatosan, mert kargom van. Jó kis olyan már kicsit. Ihenj egy kicsit, öreg ember. Tényleg erre vezet az út amúgy. Nézd meg. Ez nagyon-nagyon durvi cucc. Nem hittem volna, hogy erre haver. Átvezetni, ez nagyon-nagyon meredek és nagyon-nagyon keskeny. Már csak megöltél volna, jó? Bánom már, hogy nem öltelek meg. Gyönyörű a kilátás. Szerintem arra van a tábor ott a tó, vagy nem tudom minek mentén. Valahol. Kapott olyan tockos, csak annyira sajnálom, hogy nem találja el az ökünk a fejét ilyenkor, hanem itt így oda suhint egyet, és akkor elméletileg el van találva, de szerintem nincs. Kisajá! Megérdemlem, hogy ne kelljen ezt meghallgatnom. A mosomackot szagolja ott? Igen, szegény. Lehet, hogy valami perverz állat egyébként ez a mosomackó, hogy itt mesztelenül nyomul, nem? A király itt a... Így kell leereszkedni a hegyről, ilyen szerpentinbe. Kusajá! Még meg sem szólalt, de már kapta. Kell mászni a helyi Himalája, de azért szép a táj. Nem tudom, hogy vannak ennél magasabb hegyek, de biztos vannak. Kiderül, hogy hiányzik a mosómackó fele. Nem hiszem, hogy megeszi. Másik gyorsabban rántottam volna fegyvert, mondja. Na kérem. Ilyen kalamajkát. Hát hogy kerültünk ebbe már megint? Kétszer kellett volna, hogy lelőjelek, mondja. Aha. Majd én ledroppollak téged mindjárt itt a celládban. Remélem jól fog szórakozni oda bent a serifóval. Itt is vagyunk Strawberry-ben. Szalom, hogy itt nagyon kényelmesek a cellák. Ilyenkor nyugodtan fejbe rúghatna amúgy, amikor itt vagyunk, nem? Aztán megszökhetne. Úgy néz ki, hogy itt van a börtön. Jó napokat! Mr. Brown! Oké, helyezze magát kényelembe odalent. Be ne csukjanak, mert meghűlök. Egyik cellába kell bevinni. Ja, itt a kettő közé? Nem, csak idáig kell elhozni. Zárd csak be és felejts el, mondja. Valószínűleg úgy lesz öreg. Békét akarok. Jól van, megkapod, haver. Most jó sok időd lesz. Fejbe rúghogy oldasz el magát, majd kibújik belőle. Itt van a pénz. Nézzük, hogy mennyit kaptunk érte. $40. Na, és ez arany lett. Mi kellett hozzá, hogy arany legyen? Ez ennyi, hogy csak vissza kell hozni is bármikor arany. Érdekes. Olyan-e még egy ilyen bounty poster? Kár, hogy most nem kaptunk ide, viszont a postára be kell, hogy menjünk. Amúgy lehet, hogy pihenhetnénk is, nem? Vagy legalább valami fürdés, vagy ilyesmi. Lehet, hogy túl sűrűn fürdik a karakterünk, mert nem annyira divat volt ez annak idején, aztán én meg ahhoz képest. Jó napot, uram. Hey, bounty. Aha, ki kell fizetnünk, gondolom, amivel lók. $25. Akkor 15-öt nyertünk ezen a melón, mert ugye... Valahogy, hát nem is értem, hogy miért kellett most nekünk ez, hogy izében legyünk, fasírban legyünk a helyiekkel. Szerintem, itt, hogyha itt volna doktor vagy valami, akkor eladhatnék néhány dolgot. De most hidratáltam, köszönjük, kívánok. Saints Row remake miatt is tudom, mi az a LARP.
Komplett küldetéssel épül rá. Első vicces volt, végre már csikorgattam az arcom. Mert ezek a Saints Row játékok nem annyira jók, én úgy gondolom, nem? Olyanok, mint az a másik játék, ami csak az akció véget történik. Vegyünk egy újságot, de nem olvassuk el. Persze, hogy megveszem. Van értelme, hogy megveszed, de nem olvasod el? Begyűjtök én mindent. General Store. És nincs is nekik izéjük, Gunsmith? Amúgy lehet, hogy nincs nekik, mert halomra lőttem az egész várost, és most lehet, hogy lábadoznak ebből, próbálnak felépülni, ugye? Na jó, elméletileg itt most kitisztítottunk akkor mindent, a Trapper lehet, hogy újabban majd, nem tudom, békét köt velünk még. Mi az a Valley View? Ez egy nagy hegy, ami itt van? Szerintem igen. Lehet, hogy itt ilyen szép kilátás van, nem? Biztos, hogy lehet menni ide fölfele is, aha. Szerintem erre sem nagyon mászkáltunk még el. Ez a Velas Station. Vajon van olyan a játékban, hogy fast travel? Szerintem nekem még nincs kinyitva. Azt akarom megtalálni azt a helyet, ahol az a izé volt. Mondjátok már, micsoda, itt Fort Riggs-nél már körbenéztem. Stables-ben vannak a lovak. Elmenjünk ide Montose Rest-ben. Nézzük, mi ez a hely. Tudjátok, az a kísértett ház. Csomó random dolog van, amit még, hát visszatöltés véget nem csináltunk meg, amit már eddig megcsináltunk, de mégsem. Meg vedd Spectral, mi a helyzet ma? Hát, most, hogy mondja Butcher, lehet, hogy valóban eladom neki a pelteket. Mert hogy van nálunk egy-kettő állat, ugye? Ez. Ez is. Meg ez is. Többit megtartjuk. Ezt majd otthon fogjuk beadni, ezt a nyuszi bigyulánt, mert abból lehet otthon valami menőséget csinálni. Ebből is jött egy kis pénz, na. Lassan küldetéseket is kezdünk felvenni majd már, hogy ne unjátok szét magatokat, csak ez még tegnap estéről maradt. Ez az egész, amit most csináltunk, ez még a tegnap este maradványa. Szia Nyilas Eszti, hogy vagy, mi a helyzet? De örülök neki, hogy eddig szerintem már 4 darab legendás állatot sikerült elejtenünk. Megint este lesz. Mondtam, hogy ott meg kellett volna szállni. Le tudsz ugratni? Éppen hogy csak, éppen hogy. Minden szuper, minden jó. A felfedezés is a játék része. Igen, de látod, ezt mondom, hogy nem igazán találom azokat a dolgokat, amiket viszont be kell járni, ki kell lootolni, meg kell nézni, easter egg-ek, stb. Annyira nagy a vadon körülöttünk, és annyira átláthatatlan számomra. Nem tudom, hogy hol jártam már. Tehát most olyan, mintha a térképnek a bal felső része ez. Nem, bocsánat, ez. Mint hogyha itt még soha nem is jártam volna. És ugye nincs jelölés azt, ami azt mutatná, hogy merre jártam eddig. Emiatt nagyon fogalmam nincs, hogy mit néztünk át, és mit nem. Persze ez bizonyos szemszögből arra is jó, hogy az ember újra elővegye a játékot és egyszer még egyszer végigjátsza vagy ilyesmi, mert nem tudod, hogy mit néztél át, meg mit nem. Szerintem azok, akik ezt jól csinálják, azok megtervezik, hogy hogyan nézzék át, tudod, hogy így felmennek, elmennek jobbra 20 métert, aztán lemennek, aztán 20 métert jobbra, aztán felmennek, és akkor így befedik az egész térképet. És azért tudom, mi ez a LARP, mert 6 éve kezdtem szerepjátszani, aztán onnan barátaim közül rendszeresen LARPoznak a mai napig. A LARP az micsoda? Az ilyen live RPG? Élő akció RPG. Én fel akarok oda menni, mert itt van egy nagy kavics. Emlékeztek, hogy a kincses térképen lévő gejzíres őrületet sem találtuk még meg? Ez igen komoly, ezek ő, nem mondom. Biztos van valami a másik oldalán, nem? Hát itt vannak a favágók esetleg. Nem hiszem, hogy itt találok bármit is. Most mind csúsztál el. Artur! Morgan Artur, te szemét, mit művelsz, te hülye? Hát normális ez az ember, szerinted. Let's go, boy. Maradjunk a lovon, az biztosabban áll a 4 lábán, mint én a 2-n. Ez nem egy vízesés hang? Mi ez a füst? Nem, eső hang van, aha. Mert hogy van valami vízesés is, amit szintén meg kellene nézni. Ott is valami kincs van eldugva a dokumentumok szerint legalábbis. Ez mi volt?
Ez mi? Dutch Wanted posztere itt fent. Mi a fene? Míg be bele nem botlik az ember? Élve vagy halva $1000. Őrület. Ez Micah-nak a newspaper scrapje? Lehet, hogy ez Micah volt itt. Itt vert tábort esetleg. Blackwater Ledger scrap. Inspect card. Miket találunk? Aha, itt valami kriminális bandát keresnek. A Pinkertonok. Dutch Vanderlinnek a bandáját, aki $150,000 lépett meg egy véres harcot követően a Pinkerton ügynökeivel. A bank egy hajón költöztette át a pénzét, aha, amikor megtörtént az őrület. Biztos Blackwaterben rejtették el a pénzt valahol. Ez nagyon fura, hogy ilyen dolgokat találunk random egy hegyen, nem? Ez normális dolog vajon? De most akkor ez a cigarettakártya, az meg elázott itt fent, hogy mi történt vele, mert most eltűnt. Esküszöm, hogy volt itt egy ilyen kártya, inspect card volt, ez volt ráírva. Felvettem? Akkor mehetünk, jól van. Szóval itt láttunk valami füstöt, de ezek csak a lentiek. Itt le fogok esni. Hát jó, de akkor legalább csináljuk méltósággal, nem? Nem így gondoltam, te személy... Jézusom! Jól van, jó! Hát... Felvétel után ajánlja fel, hogy inspect, utólag is megtelted, aha. Mi van ezekkel, akik itt vannak? Ne, jól bírja Arthur. Ez mindent kibír. Betegesen, hallgatok párhuzat... Párna húzatom kötögetésre jöttem hozzá követni egy csodás játékot. Szereted ezt a gémet? És milyen lesz a mintázata annak a párna húzatnak amúgy? Jó napot mindenkinek, vagy estét. Ti hárman vissza a munkára. Már túl sok időt vesztegettetek amúgy is. Appleseed nagyon is nem boldog. De nem ő az, akit a farkasok elintéznek. Már két embert elvesztettünk. Semmire kellők. Gyávák. Ki vagytok a favágók? Ilyen csótányoktól ijedtek meg. Egy erdőben miért mi a szarra számítottatok? Jó napot, uram. Farkas baj van? Igen, igen, maga. Talán maga az az ember, akire szükségem van. Elhiszi. Milyen csicskák itt ezek a férfiak. Összefossák magukat néhány farkastól. Kemptől délre támadások vannak. Egy igazi férfire van szükség, hogy megszabaduljon tőlük. Mit mondasz? Nagyon jól megfizetem. Persze. Ha fizet, akkor mehet. Hát fogom én ezt intézni. Éjszaka is van ráadásul. Ez tök jó random. Tök jó random énszerzési lehetőség, amiben most itt belefutottunk. Hát akkor menjen is. De Dead Eye-om az nem igazán van mi? Hát valamennyi van. Springfield és a Lancaster. De most akkor nem rakta, de felrakta. Csak nem mutatja. És állítólag itt laknak? Ott lesz valami. Előbb kéne kiszúrnom őket, mint hogy ők szúrnak ki engem, ugye? Kövesd a nyomot mindjárt, de itt van valami vér. Itt voltak a gyilkosságok. És erre megy fölfele. Valamikor csak rám jönnek. Hallottam, hogy ott volt, ti is hallottátok? Jobb lenne, hogy én intézném el előbb őt, mint ő engem, ugye? Valamit hallok most már közelebb is.
Lehet, hogy rájönnek a lovamra? Ott van valahol bent. Vagy csak valami vízhangcsapdát használ. Miközben itt van balra, nem? Arthur. Sosem kapsz elélve. Bírod, Arthur, bírod! Nyomod! Még mindig lő. Mindig tüzel. Ezt adnak mindenit neki. Nyomod! Na, megvagyunk, megvagyunk. Meg is nyúzzuk szépen. Nehéz volt, de meglett. Szerintem valahol aludnunk kell éjszakára. Kicsit szerintem törzs a szemed, ciki, stb. De most miért mondja meg, hogy mit csináljak? Valaki szóljon már neki. Kis kockás, Eszterházi kockás, kis mint narancsvilág a zöld színekben ez a kérdés. Aló, egészen jól viseltetik amúgy, de nem viselkedik szarul ahhoz képest, hogy ilyen állítólag bátortalan példány. Hagyományos aszlit, én sem látszik, hogy egy Dixon nőnk össze. Live action, role playing, élő szerep, játszás, ténylegesen beöltöznek karakterük bőrébe minden felszerelésével. Ténylegesen eljátszák a kampányt, de sokszor kimennek terepre, nem csak egy kibérelt teremben vannak. Wow, és akkor Frodo elviszi a gyűrűt a izébe. Mordorba. Minden farkas bőröt elviszek. Erre két embert elvesztettek egyébként, nem vízből mondták a fiúk itt ezt. Kíváncsi vagyok, mennyi pénzt fognak fizetni a három farkasért. Most az eget nézhetjük itt éjszaka. Hány bőr fér el egyébként így a lóra terítve vajon? Nézzük a hullákat hátha. Az állítólag nem szép cselekedet, de megteszem. Hiányzik a feje a csávónak. Szent Lukács Akadémiáról valami levél. Inspektálom a dokumentet. Nézzük, mi az. Mit ír ez? Appleby számára. Kösz a leveled miatt, sajnos. Mi ez a vacancy? Az nem tudom mi. Nincs helyünk esetleg az önök önképességével most jelenleg? Sok szerencsét kívánunk a kereséshez. Aha. Egy jobb munkakör betöltésére. És ilyen kereskedő hajókat, tehát hogy azon való szolgáltat ajánl neki. Őrület. Hát. Szegény fickó. Előfordul, hogy Frodo tényleg elviszi Mordorba a gyűrűt, nem csak elmeséli. Ebben van valami perverzió, én azt mondom. Mármint nincs nekem ezzel semmi bajom, hogyha emberek ilyeneket játszanak, hát velem aztán mindenki azzal játszik, amivel csak akar. De én nem bírnám. Mármint érted, így ott állnék Frodóként a semmi közepén, és akkor most akkor hova megyek? Most eljátszom, akkor hogy megyek valahova, ami nem létezik? Hát ilyen... Várj! Nekem ilyen nagyon furi élmény lenne. De lehet, hogy van olyan, ami mondjuk nem ilyen elrugaszkodott, mint egy tündérmese, hanem valami könnyebben kezelhető. Mondjuk, hogy én vagyok Arthur Morgan, és akkor megyek farkasokat ölni az erdőben, aztán akkor kutatom a farkast, ha sose találok egyet sem. Hát itt is vagy! A nagy lövöldözésből, meg vonyításból. Úgy gondolom, hogy jó híreid vannak. Így van, bevégeztem a feladatot. Micsoda megnyugvás. Tökéletes munka. Ott van az asztalon a pénz. Ne is említsen. $50 kaptunk ezért a misszióért. Hát persze, hogy megcsináltam. $50 nagyon sok pénz amúgy. Na, köszönöm szépen, viszontlátásra. Tényleg valahol el kellett volna tölteni az éjszakát. Itt nyulakat láthatunk a Diablo Ridge mellett. Szerintem ezt a területet sem néztük amúgy át. Ez a Dakota folyó melletti őrületes. Biztos, hogy nem lett ez a fél sziget megnézve. Meg amúgy most már lehetne kimenni így a... Várjál, innen is kell pénzt begyűjteni. Tehát itt van a táborunk, iszonyatosan messze most attól a ponttól, ahol én vagyok. De annyira nem fedeztük fel ezt a környéket, hogy ezért jöttünk vissza ide. Mindenki vissza munkára. Ez éjszaka is kiküldi az embereket fát vágni.
farkasok eltűntek, úgyhogy nem lesz több kifogás. Az komoly. Szerencsétlen emberek. Ilyen kemény lehetett favágónak lenni ebben az időben, és mennyire sok fát kellett kitermelni, hogy a városokat megépíthessék, ugye, meg aztán a talpfákat is növekedett a horse bonding. Tehát a talpfákat is a izékhez, a sinekhez, ugye? Szevasz, Randy Boy, hogy vagy, Mizu? Valasz Overlook. És itt meg valami Coyote van. Jávor szarvas. Szerintem itt ezen a szigeten, amerre megyek, ott már járhattam biztosan, akkor nem is arra kéne menni. De ebben a ködben senki nem lát semmit sem. Jó napot, uram! Hey there! Lóst, amin a növekszik. Annyit hajtom ezt az átot, de legalább most már gyorsabban haladunk vele, ugye? Megint az úton megyek. Ez egy vonat? Milyen szomorú lenne, ha valaki kirabolná. Ilyet még sosem csináltunk a játékban. Micsoda ötlet! Micsoda nagyszerű ötlet. Nézzük, tudok-e vonatot rabolni? Itt van valahol. Ezek mocskok. Franzba, pedig én vonatra akartam rámenni. Mindenki meghal. Oh, wow. Ez igen érdekesen alakult, hogy lúgból betni kezdtem el, de látványos volt annyi szent. Sajna volt egy ötödik is az O'Driscoll fiúk között, és emiatt elmaradtunk a vonattól. De nem baj, nem baj, legalább megint lett egy hely, ahol lepihenhetnénk egy kissé, nem? Lehet ilyenkor olyat, hogy meglepnek minket álmunkban? Mert ugye volt már előzőleg olyan, hogy beszpónoltak ránk egy csomóan. Hát jó, hát ketten, na. Megint jön a vonat. Akkor mégis megyünk. Nem tudom még, hogy hogy állítom meg, de megpróbálom. Mi lenne, ha dobnék egy dinamitot valahová alá? Holy shit, ez nagyon nehéz. Nehéz, de nem lehetetlen. Lalo van. Á, ez nagyon közel van, nem merek. Miért nem jön a ló? Sosem fogom elérni, ugye? Nem baj, mindjárt beér a ló, és akkor utána rásolunk. Talán meg lehet még. Jön az egyáltalán? Haj, a francba, gyere már! Hát a lovam miatt nem érjük utol. A versenyló, ami nézd meg. Nézem, mit művel. Remélem, hogy egyet vettél, mindjárt kiderül. Amúgy pedig ez megfog. Aj, a francba, te veled is. Gyerünk már, sprintelünk itt egy állat. Nyomjuk. Nem lesz legközelebb, itt nincs legközelebb. Ez a vonat az enyém. Erre kellett, hogy menjen. Ott van. Lehet, hogy elmegy Strawberry-be és megáll. Úgy nyomom neki, haladunk, mintha nem lenne holnap. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Soha nem csináltunk még ilyet. Már közben szépen ki is világított itt minden. Sprinting, gyerünk! Megáll? Nem, tovább halad. Ez a Szegedi IC, esküszöm. Nem áll ez meg sehol. Hogy fogok átugrani? Vajon nem ártana neki, igen. Előbb átugrunk. Ez egy híd? Francba. Ideje találnom egy helyet, ahol lehetnék még. Haragudj, uram, de hogyha így fenyegetőzöl, akkor nekem csak itt egy darab lehetőségem lesz. Mellé kell mennünk, hogy ráugorhassak. Letetni kell valami gyors. Ez az. Most kell valami potens lógyógyszer, ugye?
Valami valami horz. A stimuláns, az jó lesz. Kicsit ráturbózik, nagyon jó. És most mehet, és most mehet. És most jobbról előzünk. A fucking hell. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Ne lassuljunk, ne lassuljunk. Jaj Istenem, hát körbefordul. Hát mi történik, kérem? De mi? De hova mész? Gyerünk. Össze-vissza megy. Ez meghűlt a lóstimulánstól. Van ilyen? Hát teljesen begőzölt a stimulánstól. Nézd, nem megy előre. Arra megy, amerre ő akar. És megöltem egy embert, miattad feleslegesen kis barátom, amiért nem tudsz sprintelni egyenesen? Na most, most megy. Már megint messziről kell, hogy elérjük ezt a vonatot, ugye? Szavasz, Bladin, kösz a rédet, mesélj, mi a helyzet? Jobbra megy szerintem, elmegy egész Valentine-ig. Össze-vissza ment a lóstimulánstól, annyira kemény volt neki ez az adag, amit benyelt. Meg volt hűlve tőle. Majd síróz négy. Az igen. Nyomod, Geben, nyomod! De nézd, hogy nyomja! Ez egy másik vonat? Nem, ez még mindig ugyanaz. Ott kell felmászni rá. Ez lesz az. És megcsinálom. Balról próbáljunk. Ne, várj! Jó lesz. Jó lesz. Ez az! Ez megáll? Holy shit! Holy shit, ez nem csak, hogy megáll. Sietünk kell. Jó. Csináljuk. Ha már így megállt, akkor most már csináljuk. Megkezdjük a lootolást. Nem tudni, hogy mi van rajta, mi az, ami érdekes, de mégiscsak vonatrablásba megyünk bele. Nem hittem volna, hogy ez sikerül, de íme. És most bejelentették a problémát itt valakinek. Gondolom, hogy elő lenne az, amit én keresek, nem? Gyerünk, Arthur, lootolj! Semmi nincs. Arthur Morgan, most már tudják, hogy ki vagyok? Honnan tudják, hogy én vagyok az? Volt valaki, aki meglátott esetleg? $55 vonatért? Mert nem vettem fel azt a szar maszkot, ugye ez volt a baj? Pedig a rajtam lett volna, és már jönnek hátulról. Pedig nincs ezen a vonaton senki. Ennek olyan fegyver, ami nekem volt valaha. Okay. Ajjajajajaj, azonnal tüzet nyitott a gyerek. Ez lőszer? Ez meg az én lovam. Kellene nyomnunk egy olyat, ami... Aha, a Dead Eye-kort megnyomja kissé, az jó lesz. Most már $70? Miért $70? Miért megy fölfelé? Vettem volna maszkot. Igen, ez nem jutott eszembe, hogy úgy kellene. És ez akkor is... Hogyan tudta reportálni a bűntény? Nem vágom. De hogyan tudta bejelenteni? És csak beindítanám. Most én fogok vezetni? Menj már! Gyerünk! Azt a mindenit! Őrületes! Szevasz, Venka, mi a helyzet? Ilyet lehet csinálni a játékban? Vigyázzon a lovam közben. Most már $75, amiért hijackeltem a vonatot. És ott nyomja a masinista személyesen. Wow. Maga mit lövöldözik ott balra? Itt az ideje. Alapos volt a Jóska. $95? De az egész vagyonomat erre a szarra költöm. Hogy oldalra hajtotta a fejét, láttad? Wow.
Ezért mit adnak a mélyben, ugye? Most már 135 dollárba kerül ez az egész balhé nekem. De miért látja ezt valaki? És miért nincs pénz ezen a vonaton? Semmi pénz nem volt rajta, kérem. Itt állítólag van valaki balra, jobbra. Még ott van valahol. Ott jönnek. Itt van lent valaki. Itt ugrál a csávó. Most már 200 dollár. Nem értem ezt. Nem értem. Hát egy rendes vonatrablást nem lehet elintézni. Hoppá! Az viszlát. Azt nem éri túl. Ja, itt le is dobta. És még mindig jönnek. Most már 220 dollár. Esküszöm, még mindig jönnek. Wow. 220 felett. Igen, igen. 280. Lehet, hogy nem ártana visszatölteni kissé az állást, nem? Mert hiszen nem akarunk minden pénzt arra költeni, hogy mi a fenét csinálunk. Az egész vonat aludt, igen, csak az a baj, hogy nem volt a vonaton semmi. Ugye? Meg lesz a max, nem akarunk a maxba belevenni. Kíváncsiak voltunk, megnéztük, de ennek semmi értelme nincs így szerintem. Szerintetek van ennek értelme? Nem lesz PIMP. Szevasztok Obelix Gamingék, jó estét! Csoki azt mondja. Szevasz, jó estét, kösz a raidet. Loadgamerünk egy kicsit szerintem visszám a geológia kezdők számára. Hát az előbb 50 dollárt szereztem, most meg 270-et kell visszafizetni mindjárt. Lehet a vonatrablás már több emberes móka. Nem. Meg tudtuk volna csinálni szerintem, és hát meg is csináltuk ugye. Csak az volt a baj, tudták, hogy ki vagyok. Kellett volna egy ilyen hóhér süveg a fejemre. Na figyeljetek, becsukom az ablakot, mert mocsok hideg van. Kösz szépen! Kemény személyvonatok kell lennének, azt mondod? Ez az autószéve hová rak vissza vajon? A Flatneck Stationnél. A vonatrablás előtt voltunk, ugye? Amikor... Ez hová rakott vissza vajon? Ezt nem teljesen értem. De itt nincs rajtunk vérdíj, ugye? Mert hogy nincs sehol látszólag probléma. Ja, bocsánat, jó hideg van itt nálam, kicsit elkezdett kaparni a torkom is. Na lássuk, hogy mi lesz a következő lépésünk. Milyen volt a mai stream, kedves raidelők? Most többen is jöttetek egyszerre, meséljetek, mi volt a mai csatorna tartalma. Megnézhetjük ezt is, onnan ki lehet hajózgatni, esetleg itt a tábornál tudom, hogy van csónakunk. A Heartlands-ben elmehetünk ide. Ez. Ja, hogy ez a zebrás. Nézzük már meg azt a zebrát. Olyat még sosem csináltunk, hogy elejtünk egy zebrát, ugye? Itt voltak az Odriscollok valahol, nem? Nem tudom. Lehet, hogy nem ártana lepihenni, mert szarul van szerencsétlen fickónk. Már napok óta nem aludtunk egyébként. Nem beszélve a tisztálkodásról. Hogy a fenében megint mi történt? Ez egy kígyó volt. Hallott egy sziszeg? Nem, ez nem egy kígyó. Ez valami... Mi ez te? Kanadai lúd. De nem is jelezte halott állatként. Arbek lőtt helyettem, ez volt a tartalom? Arbek ma nagyot ment. Én nem is értettem, hogy mi van vele. Na. De mindegy, akkor hagyd ott, jól van.
Bocsi, hogy ezt most ide, de nem hagyhattam magamba, várjál. Kerek csokoládé, szögleteset. Ja, ez az Arturo, ugye a Farturo, emlékszem rá. Gyerekkoromból. Ilyen szép lovak, vigyázzatok. Gyönyörű, gyönyörű prérikre érkeztünk a hegyvidékről. Úgy látszik, hogy itt mindent is megtalálunk, amit meg kell. Én viszont nem fogok itt össze-vissza mászkálni, én szerintem nyíregyenest megyek oda, ahol kell. Itt látunk valamit fenn, ezek a... A vízesésnek is valahol erre felé kellene gondolom lennie. Ott valaki tábort vert, nézd csak. Egy lóval rendelkezik. Akkor azok nem az Odriscollok, és ott fent a tetőn. Mennyi érdekes hely lehet itt. Ez még mindig csak a préri, ami amúgy könnyen felfedezhető, mert végignézel rajta és megvagy. Ezek a coyotik nagyon kedves állatok a farkasokhoz mérten. Ennyi lehet most a pénzünk amúgy, azt nem írja ki valahol? Hey, ide, mondja egy rab. Oh, I really need your help, friend. Again. Mi van? Listen, I know what this tudom, looks néz like, ki, de segítened you kell. You got to help me out again. Man, come on. Please. Istenem. Yes. Relax. Oh, yes, praise the... 20 darabot kaptunk a Dead Eye Meterre emiatt. Oh. Ez hogy történhet, hogy ez a csávó már megint bajba keveredett? I'm about more broke than last time, but... Még abban nem vagyok égve, mint... Legutóbb, de most... Oké, hallottam valamiről, ami lehet, hogy téged érdekelne. Van egy fickó, nagy farmház, a semmi közepén, tele van kincsekkel, amiket csak le kell aratni. Ha Rhodesban vagy, menj északra, aztán keletre. Ott van egy feller, egy fickó, aki disznókat nevel. Miért úgy nézek ki, mint egy rabló, vagy ilyesmi? Nem ilyesmi, igen. Nekem nem számít, mondja. Home robbery. F1-es. Aha, jó, akkor Rhodes-tól északra és nyugatra, ezt mondtam. Tehát, ha itt van Rhodes, akkor a ház, amit ki kéne rabolni, ez a Grey-ek, ezek nem azok. Itt fent, északra és keletre. Egy fickó, aki disznókat nevel. Hát, honnan tudjuk, hogy melyik lehet az? Mindegy, a zebrára rámegyünk. Ez a farokfonat, nem tetszik? Jó ronda ez a ló amúl. Ott van a táborunk szerintem, ott a környéken lent, amúgy meg aludni is lehetne. Másnap reggeli kb. Van egy agresszív kamerakezelés a játéknak, amikor így vágtázol. És hogyha ellen akarsz neki tartani, akkor néha így visszaugrik látok, és olyan, hogyha rezegne, pedig nem, mert csak én akarok nézni jobbra-balra. A játék meg átveszi a kezem fölött az irányítást. Nem tudom, ezen van valami, jól látom. Mitől vagy ilyen nyugtalan kis haver? Biztos nem voltál megkefélve már egy ideje, ugye? Majd mindjárt teszünk itt a dolog érdekében. Nézd meg milyen vad. Mi baja van? Mi baja lehet? Artur, vedd elő ezt a kefét, gyerünk, azaz. De mint hogyha nem akarná. Lehet, hogy a ló jelzi, hogyha van itt valami balhé. Ott van pedig rajta valami kis doboz, látod ezt? Mhm. Phantom! Az! Kösz szépen a követést, üdít nálunk a vészkórusban. Ne felejtsd el a jelmondatunkat, ha nagy szarba kerülnél, csak énekelj hangosan. Nem volt benne semmi értelmes, viszont a Dead Eye Core-ra nyomnunk kell. Van nekem ilyen húsom, nem? Elméletileg. Valami húsit szerintem sütöttünk a múltkor. Aha, ez lehet az, ezt meg is esszük akkor. Nagy mértékben feltol mindent. Reméljük, hogy nem a seggünkbe. Na, hadd szóljon. Hidratálok már is, kösz a kiváltást. Nézzük meg, hogy milyen állatot kergetünk itt a vadon közepén. Valami zebrát kellene, de szerintem a zebrát amúgy nem lehet lelőni, ugye? Mert egy csávó biztos, hogy élve akarja. Az egy zebra ott előttem? Nem, de ezek gyönyörű lovak amúgy. Lehet, hogy be is kellene fogni valahogy egy párat és megpróbálni eladni őket. Értem én, hogy nincs papírja, de hát hogy lenne már papírja a természetben nevelkedett vadlónak? Nem így van. Hey, partner! Szevasz, uram. Yep.
Szerintem ez könnyen kiszúrható lesz ez a zebra. Mégiscsak, hát kilátott már zebrát itt. Itt le tudsz ugrani? Nem annyira. De van fonva a lófarka? Nem, miért mondod? Szép mi? Nem ez az a disznó tenyésztő? Nem, ez valaki más. Ez nem szokott minket szeretni, azt hiszem. Ugyan már meg. Ugi. Gyorsabban! Takarodjon, mondja! Azt a rohadt mindenit. Ez a csávó, ez nagyon nem az én barátom. Be van, legalábbis én úgy látom. Jól látod? Jól látod. Gondoltam, hogy rárakjuk a legrondább és legdrágább fonatot, ami csak kiválasztható volt, hogy mutassuk a pénzbeli fölényünket itt a helyi csicskákkal szemben. Margaritának az elveszett zebráját ezen a környéken látták legutóbb. Ott áll. Tehát gondolom nem lesz jó, hogyha megölöm, nem? Azt mondja, hogy... mi az, hogy mule? De hiszen ez egy zebra. Manuális munkára jobbak, mint a normál lovak, mert keményebb a bőrük, meg... hatájuk is. Mule. Ez egy csacsi! Ez nem zebra, ez egy átverés! Azt a mindenit neki! Szevasz, kis haver! Hát meg mit csináltak? Nyugi, nyugi! Nyugi! És mi baja van? Szerinted visszajön? Vissza hát. Egy csacsi. Nyugalom! Ez lasszó lesz. Nyugalom! Jó lesz, hogyha a csíkjaid nem fognak lekopni itt a nadrágom alatt. Mik nem vannak? Összvér zebra, igen. Oké, most már lenyugodott és követni is fog. Minden rendben, kis haver. Hívjuk a mi lovunkat is. Akkor ezzel már mehetünk is haza. Na jó, de ennek a csávónak még kell egy oroszlán, meg egy tigris is. És azokat akkor... az egyik az egy puma lesz, de azt nem, azt muszáj megölni, gondolom. Azt, hogy kapsz egy pumát, nem? Amúgy aranyos, tényleg így befestve. Zseniális ez a játék. Zseniális. Yep. Na gyere, gyere. Szóltunk a másiknak ott hátul. Ekkora rohadt nagy köd van. Mutatja az útjelző, hogy merre menjél, hogyha merre akarsz menni. És mit fog fizetni a lováért, vagy mi ez? Követ a másik is, igen, mert az velünk van. Így megint érdekesek művet beproccolt a némítás a játék saját zenéjére. Hát a Twitch mindig szokott szórakozni. Tudod, hogy milyen. Sajnálom. Nevetséges, de jó, több ilyen játék is van, amivel ez megtörténik. Ugye a régi játékokban még nem volt olyan, hogy streamer mód beépítve, és akkor ilyen copyright free zenék felhasználása, de azért mégiscsak, hogy hangulatos is maradjon meg minden. Nem volt ez régen jellemző. Szerintem itt lakik ez a cirkuszi figura. Aha, visszaépítette közben a kis táborát. A férfi, aki igazából egy nő, nem egy nő, aki igazából férfi. Egy összvér, aki igazából zebra, fordítva. Hál' Istennek, hát megtaláltad!
A zebránkat? Aha. Hívhatod így is. De legalább annyira zebra, mint maga egy... mint maga egy ilyen női állatidomár. A Wrangler az nem... Nem egy idomár. Igen, igen. Itt ennek az a lényege, hogy illúzió legyen. Megcsaljuk az emberek szemét is. Blablabla. Neved már ennyire komolyan. Senki nem fog fizetni az igazságért. Megtévesztésért fizetnek. What is the greater conjuring trick? Lassoing some poor beast on the plains of Mumbo Jumbo Land and shipping it here so it can dance the polka? Or turning there in the glare of those mi lett volna abban a dicsőséges, hogyha elhozott volna ide egy állatot a jó messziről, hogy polkázzon meg, mit tudom én. Ahelyett, hogy itt a helyi állatokból faragna valami különlegeset. Álmokat árulok, kedves fiam, mondja. Hát... Amíg nem jegyekkel fizet, addig minden rendben. És ha már itt tartunk, ugye? Jaj, persze, persze, megéri majd magának, de... Az összes állatot vissza kell hozni, mielőtt erre gondolhatnánk. Az asszisztensem elment a tigrisért. A tigrisért? Aha. Kaliga véjen lent van a tigris. Jó, jó, megnézem, mit tehetnék. Hát nem vágom, hogy hogy a francba fogjak be neki egy Tiger Handlert. Ezt megpróbáljuk elkapni, aha. Nézzük meg. Mehetünk tovább ezen a kis melléküldetésen, ez kedves számomra. Tetszik nekem ez az egész baromság, ahova ez tart éppen. Persze csak, hogyha ti is akarjátok. Ki akarok zoomolni, mint hogyha izét játszanánk, a Falloutot, de ez egyértelműen nem működik úgy. Ez volt az a ház, ahol fel voltak lógatva a cuccok, nem? Vajon be lehet ide menni? Oly, bár tűnik, mintha valaki otthona lenne. Be is engednek. Lehet, hogy ezt kirámoltam már egyszer ezt a... Jaj, tényleg itt volt valami rablás. Aha. És átnéztem mindent. Benéztünk ide a kéménybe is. Moonshine itt maradt a múltkor. Itt volt, itt mögötte volt elrejtve a pénz. Aha. Hát szerencsétlen helyieket széjjel lövöldöztük, úgyhogy nem csodálom, hogy ezek itt nem maradtak életben, de tök jó, hogy legalább némi muníciót találunk. Aztán gondolnunk kell arra is majd, hogy a töltényeket otthon töltsük fel, mert mégiscsak hiányba keveredhetünk hamarost. Bourbont meg ilyeneket nem veszünk innen fel. A hálószoba falban volt a pénz, igen, igen, jól emlékszel rá, ez volt az a hely. Délnek tartunk elméletileg. Na, a lovunk champion-t már egy jó ideje talán. Már ez most egyik helyről a másikra. Hú, itt valami betegség volt. Azt mondja, stay out plague. És ide gondolom nem engedve, ugye? Elhagyták ezt a helyet, mert valami súlyos fertőzés sújtotta. Ott van egy kártya, nézd. Na hát. Akkor ezt a helyet is megérte felfedezni, és ez most hányadik? Most abból a kártyaszetből, ez a 3 a 12-ből, és a teljes szetért fogunk nagy zsetont kapni majd. Tök menő, hogy ilyet lehet szedegetni, lootolgatni. Nem imádom ezt a gémet. Nincs ki Dead Inside. Ja, igen. Ki ez? Miért állt itt meg? Jó napokat! Jó erős lova van. Köszönöm, mondja. Sok szerencsét. Így szoktunk csajozni a vadnyugaton. Jó napot, uram. Ő meg le sem szar. Pinkertonok nem voltak a környéken? Ötlete sincs, azt mondja. Jó. Inspect the site, várjál. Milyen inspect the site? Ez mi volt? Ez valami olyan hely, amit nekem meg kell néznem? Jaj, nem, le kell rajzolni, ugye? De miért? Ezt még mindig nem értem, hogy miért rajzolgat.
Itt van egy üres város, amit találtam. Lehet, hogy mind meghaltak fertőzésben. De be sem lehet menni. Új fixen van amúgy valami. Pleasance-nek nevezik ezt a helyet. És ha kiásnám a holtakat, megbetegednék? Szerintetek lehet itt találni bármit? Annyira furcsának tűnik nekem, hogy... Hogy érted, itt van egy nagyváros, és ki tudja, mi van oda bent? Művész lélek a szentem, annyi biztos. Vagy lehet, hogy itt csak a cigaretta... Bűntől betegedett meg, bűnösök. Ezek vannak ideírva fel a falra. Nem hiszem, hogy beenged. És hogyha egy dinamittal megpróbálnám kirobbantani, ez működhetne? Ez a fejsze elvihető? Nem, semmi eddig, nulla, üres. Nagyon nehezen hiszem el, hogy nem jutalmaznak. Ilyen furcsa ez, nem? Hogy gamerként mindig azt hiszed, hogy oda mész egy open world játékban egy helyre, és na majd ott megtaláld, amit meg kell. Oké, jó, a cigarettakártya az megvan, de ez bizony ennyi. Beverte a fejét az ajtóban? Talán ott a leégett háznál. Hát nem sok semmi. Lehet a quest helyszín? Nem, szerintem nem. Mármint olyat még nem láttam, hogy menj oda egy üres faluba, aztán akkor ott valamit csinálj. Persze lehet, hogy van ettől függetlenül. Ide is be lehet jönni. Ha így körbenézel, itt nem is mutat semmit. Minden esetben az biztos, hogy itt lehet legalább lootolni valamit. Aha, mi üres. Hát, biztos, hogy körbe röhögnek. Mindenki járt már itt előttem. Még egy kártya? Még egy cigarettakártya. Amazing inventions. Csodálatos találmányok. Egy a 12-ből. Aha. Rohadt sok ilyen kártya lehet a játékban amúgy. Ráadásul egy csomó minden valami még. Nem csak kártya, hanem ilyen kavicsok, mit tudom én, amiket gyűjteni lehet, tudod. És valakinek sok pénzt ér, hogyha összeszeded az összeset is. Ginseng elixir. Kéményben nem nincs elrejtve. Legyen már. Jaj, de legyen a... Arthur az orrodból a fikát kinézem innen, de nem találunk semmit. Arra a hadás vinnék ki. Hát most ott volt a jó pia, láttad? Legalább azt eladhattam volna. Hát talán ebben. Frankon üres. Frankon üres. Most átverve érzem magam. Beragadt Mikulás ott lett volna a kéményben, az vicci lett volna. Ilyen érdekes, más növények vannak itt, mint az előző biomában, észrevettétek? Zajnövényzet ezzel a... furi... levelű növényjel. Érdekes. Meglepően érdekes. Hát persze, annak, aki szereti az ilyesmit. Pleasance, és az így egy kihalt város. Hát gondolom, hogy itt valami betegség sújtotta őket. És akkor most levegyünk elkapni a tigris embert, ugye? Na hát arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez a tigris az miféle lesz. Lehet, hogy egy kis cica, tudod, és akkor csak nem is tudom. Mindjárt kiderül. Mindjárt fényt derítek a TikTokra. Olyan nehéz abbahagyni ezt a játszást amúgy. Ez most arra gondolok, hogy kellene majd tartani fél óra múlva egy szünetet is. Jó napot, uram! Fuldoklunk? Kisé? Összehányta magát? Ez igen. Mi baj van? Magában mi történt? Gyógyszerre van szükségem. Tessék. Hey.
Okay. Okay. Kipróbáltam azt a növényt. Olyan volt, mintha hasba lőttek volna. Aha, hát nem kéne minden szar növényt megenni, ugye? Aha. Okay, maradj távol attól, aminek a kis rózsaszín virága van. Köszönöm, uram, jövök magának az életemmel. Hát persze, kis haver. De nem teljesen értem ezt most. Magát nem érte meg megmenteni. Össze van hányva az ingje. Haza tud így menni egyébként? Milyen szép lova van, nem adja nekem? Vigyázzon magára. Minden lehető egyszer. Milyen igaz? De mi a szar tevet meg amúgy? De most már tudjuk, hogy a rózsaszín virágosra vigyázni kell. Nézd, ez mocsárvilág lesz. Nagyon érdekesnek tűnik. Ó, nézd, ez egy fedett... Aha, fedett híd. Ilyenek vannak a Hunt Showdown-ban. Rohadt menő. Nem kell, hogy átmenjek, mert utána jöhetek vissza. Az egy aligátor? Álljunk meg. Az egy aligátor? Azt a mindenit. Van nagy is, meg van kicsi is. Mi ez? A Longscope Rifle Clean Killhez. Meg íjat használni. Amerikai aligátor. Íjjal! Nincs nálam az ilyen. Wow, ilyet még soha nem láttunk. Nézzük meg azonnal. Hát ez nem maradhat így. Kell az ilyen, meg kell valami kerbe. Lancaster, az jó lesz. És ezt meg lehet közelíteni? Vagy bemegy a vízbe, aztán akkor elszalaszthatod? Vagy... Tökéletes lesz, azt mondod? Ezt levesszük, kibújunk belőle és nézzük. Poison arrow kellene, gondolom azon a legtisztább, hogyha megmérgeznénk, de... Azt még nem tudom, hogy mivel lehet. Ott nyomja. És ezek a kis kölkei, ezek... Ezek mire jók? Ez milyen gyönyörű ez a hely, most mondd már meg! Na hát ez kell nekünk, nem az avatár. Hát ez mennyivel szebb, mint egy avatár játék? Mondd már meg, gyönyörű. Most ez az eleje, vagy a hátuljának az aligátornak? Krokodil bőr cipő szeretném, ha lenne. Igen, ott is van egy. De az nagyobb, az meg kisebb, nem? Ezt tanulmányozzuk egy kicsit? Az egy gator. Ez egy kicsi aligátor. Az bement? Ja, nem azt hittem. Az egy amerikai aligátor. Ez három csillagos. Ezt hogy öröd meg? Addig mászkálok, amíg egy másik rám nem jön, nem? A szemét kilövöm, gondolom az jó lehet, nem? Ennek sokkal keményebb a bőre, mint gondolnád. Jók voltak a lövéseink. Már az első jó volt, aztán nem halt meg. Ilyenkor mi van? Ilyenkor még meg lehet keresni? Nézd, mint hogyha itt vinni a... Ja nem. Lehet, hogy ilyenkor rám veti magát a vízből? Mindjárt hidratálok, köszi a kiváltást. Hát ez egy három csillagos volt, amiről igazából innentől kezdve nem tudunk mit csinálni, tehát így nem tudunk róla semmit, eltűnt. Talán az lenne az? Szemben? Hát az ott egy csillagos, de nem mert azért egy csillagos, mert elrontottam a lövést, jaj. De ez nem lehet igaz, hát de... Hány lövés kell egy ilyen állatnak? Látszólag él még, én be nem megyek abba a bokorba utána.
Hát jó, hát inkább vigyük el így, ami rajta van, nem? Meg állítólag a húsa is jó lesz valamire. Hát a három csillagot megszerezni ebből szerintem tényleg long range rifle-del kell majd. Másra nem hiszem, hogy lesz lehetős. Az igen! Ennek ez a menete! Két oldalt felvágod és a többit csak lerántod róla fent lent. Tehát hogy körbevágod, mint egy konzervet, és akkor utána csak így felhúzod. Na hát. Oké. Okay. Tele van a satchel, úgyhogy néhány dolgot le kéne dobálnunk. Elég szegényes, de mégiscsak az enyém. Hogyha már a lovam közben. Ez milyen aligátor ez a csávó? Holnapot uram. Én nyugodtan nevezget. Hát érdekes. Érdekes eredmény volt, de hát... Irázott a hideg? Mármint mitől? Az aligátortól? Nézd, milyen szép színhúsa van ennek az állatnak. Egyszer minden jónak vége lesz, az bizonyos. Ez milyen házikó? Ja, jó, ez kiderült, hogy íjjal lőni csak kis állatokra maximum, ezt nem tudod megcsinálni, ha csak nem Poison Arrow. Lakik itt valaki? Látszólag be van deszkázva minden, úgyhogy nem valószínű. Egy újabb hely, aminek nem találsz értelmet. Mármint, hogy hát értelemben az biztos, hogy volt valamikor. Ez is olyan lesz, amire azt mondjátok, hogy menj vissza, Móki, mert nem találtál meg mindent. Ott hagytad a izét, a legendás cigi kártyát, nem? Hát jó, de hol? Az ott egy vasúti híd, ilyen emelkedőben, de rohadt jól néz ki. Ez egy teljesen más terület. Igen, ez már a chapter 3, amit írtatok, így van. Ez mi volt ott? Weekend examen? Ezt meg lehet nézni? Ez valami... Orhidának tűnik, de nem tudom mi ez. Jó lesz, felrakjuk. Lehet, hogy megtaláljuk majd a... Ja, vanília! Wow! Aha, és csalit is lehet a vaníliából csinálni a növényevőknek, de rohadt jó. Rohadt érdekes. Mi a különbség az aligátor és a krokodil között? Úgy nézek én ki, mint egy Wikipedia. Hát az ujjak száma eltér, más a kinézete, ilyen apróságok vannak fején. Egyik kedvenc filmeid közé tartoznak a Krokodátor Dundee. Egyik nagyobb, mint a másik. Egyik itt lakik, a másik ott lakik. Nem keverednek egymással. Sok különbség van köztük. Az ujjak száma egyik ilyen sarkantyús, a másik nem. Az egyik veszélyes, a másik nem. Egyik mocsárban lakik, a másik nem. Sokat lehet elmondani róluk. Most megyünk még mindig a tigris után, ugye, csak teljesen elvarázsolt minket a mocsárvilág. Ez nagyon szép ez a vidék. Gyönyörű. És így sokkal menőbbek az építészeti megoldások is, például ez a híd. Ha itt lesz a csávon, és csak ő a tigris kutatója. Összeli? Hey, mister! Hey, asszonyom. Jó napot. Nem vesztettél egy tigrist? Miért találtál egyet? Megtaláltam a karavánt odalent. Margaret azt mondta, hogy kell egy segítség. Hát nem tévedett, a tigris eltűnt. A legjobb oroszlánomat küldtem ki, hogy megtalálja. Most ő is eltűnt. Mi van? A Timbuktuból, ugye? Valentine-ból inkább szerintem. Lehet, hogy inkább kutya, mint oroszlán, de bizonyos fényben megvilágítva az ember nem tudja megmondani. Ja, igen, persze. És merre ment? Hát, be a bokrokba. Miért nem ül fel a vagonra, és akkor én meg meglátom, megtalálom a nyomát. Oké. Okay. Hallod? Igen, igen, értettem, köszi. Beszarsz. A kutya, oroszlán, és akkor a puma lesz a izé, a... Jaj. Kiküldtem a legjobb oroszlánunkat, hogy megtalálja a tigrist.
az. Megvan a nyoma. Akkor megyek én is a vagonnal, kiabálja a nő. Befestette a kutyát? Mert van itt némi festék. Valóban van. Összefestékezett minden. Nem, ez itt vérnek tűnik itt a földön. Szarás. Elvileg el nem megy. Ez micsoda? Ó, jaj. Jaj. Megvan a kutyája. Ex kutya, ex oroszlán valami. És hol van a maradék? Szerintem egy puma elintézte. Az lehet, hogy a csíkos lesz. Azt hittem, hogy jól kijönnek egymással. A tigris egy vadmacska? Igen. Mi más lett volna? És még vissza akarja kapni? Ó, persze, uram. Hát ő a fő attrakciónk. Reméljük, hogy akarja majd a másik felét is a vacsorájának. Szegény kutya. A másik felét? Most komolyan? Leteszem a vagonba. Maga keres egy helyet, ahol elbújhat. Lehet, hogy visszajön érte, és akkor csak rá kell zárni. Ez... mi ez a küldetés? Jó. Most itt megmaradunk, megnézzük. Gyorsan, jöjjön. Igen, tehát a puma. Igen, pumát kerestem és elvesztettem egy oroszlán. Semmi szerencsém nincs, mondja. Tehát, ha ezzel állunk szemben, egyáltalán nem is volt szerencsés soha. Pumák meg kutyák. Nem az olyan, hogy mit kapsz az élettől, hanem hogy mit hozol ki belőle. Milyen bölcs ez magától. Na, húzzuk meg magunkat. Már is jön. Nem hiszem, hogy megeszi a kutyát, mint ahogy mondtam, barátok voltak. Miért nem kötöztük meg az ajtót, hogy berántsuk rá? Meg mondom, tényleg éhes. Bezárom. Zárd már be! Jézusom. Oké, mehetünk. Elcsíptük. Jó, akkor maga vezet, jó? Én meg szemmel tartom. Aha. Ez aztán macska javából, nézz oda. Egy puma, amit befestettek tigrisnek. Egy oroszlán, ami kutya volt valamikor. És egy ló. Ami ló maradt. Pont tegnap csinált ezt a küldit, te is. Szerintem rohadt aranyos, amúgy megvan a maga izé, hülyesége nyilván, de aranyosak ezek az állatok, amiket itt próbálunk összeszedni. A vadállatok szoktak egymás ellen fordulni. Egyik percben együtt vannak, vacsora a másik percben. Nekem volt már dolgom velük, ugye én aztán tudom. Tényleg? Nem igazán nem úgy. Igazából nem is mutatkoztam be rendesen. Sally Nash vagyok, mondja. Én meg Arthur Morgan. Miss Nash, mondja. Hogy került ide? Mindig is ezeket kedveltem, a vadállatokat, meg ilyesmiket. Találkoztam Margarita úrral. Elkezdtünk beszélgetni. Ő aztán tényleg az ász, a ne továbbja ennek a területnek. Mármint, hogy olyan értelem megy ennek a munkának. Remélem, egy nap én lehetek majd a világ második női állati domárja. De legalább a top 5-öt megcélzom. Attól függ, hogy hányan... Lehet, hogy igen, egy napon majd a legjobb nő erre a munkára valóban nő lesz. Szevasz, Zsepoa! Összekövetést, jó estét neked!
Na, hát akkor hajtsunk. Aztán ki ne szabaduljon, mert meghűlök. Nézd meg, hogy hogy néz. Itt hátul, nagyon veszélyesnek tűnik. Kár, hogy nem tudunk jobban ránézni. Egyre közelebb araszol, amúgy jól bezártuk, mert én lakatot nem láttam. Lacmester! Összekövetést, jó estét kívánok! Na, hazavisszük a elbandugolt állatokat, és remélhetőleg utána kapunk is valamit fizetségként ezért a melóért, mert hát mégsem volt egy rövid misszió, ha belegondolsz. Utána még van egy fickó, egy Strauss adós, ugye? Nagy porban elvesztettük az utat itt a múltkor. Az egyetlen dolog, amit tehet egy porviharban, az, hogy megvárja a végét. Milyen szép állat, nézd meg, ez is itt nyomul. Bár másfele megyek. Jó, hát akkor keresztül megyünk itt a vadonon. Igazából nem erre kellene mennem. Holy shit. Jó lesz ez így? És ha kiszabadul megint a puma és megrág. Már itt mégiscsak van valami út. Ebben az üzletben nekem is lenne hely egy ilyen fickónak, mint én. Nem, én jobb nőknek hagyom ezt a munkát inkább, mint amilyen én vagyok. Ott is van a karaván. Még akkor se lehetett volna eltéveszni, hogyha akartad volna. Ó, látom, megtalálták egymást. Persze, hogy meg Mr. Margarita. Ez csodálatos! Oké, okay, szóval, hogy... Igen, beöltöztetni állatokat. Magának óvatosabbnak kellett volna lennie. Stripey megette a királyt. Imádta. Másodperceken keresztül nyalta a száját utána. Jó, akkor most megfizet ezért? I'm well aware that we're not Royal Command performance material. Daddy, you were right, goddamn you! But a cowbarn in Rhodes is hardly Drury Bloody Lane. Miről beszél? Got any word on the lion? Yes, I've got word on the lion. Shit is the word. Someone saw him near Emerald Ranch. Hogy oroszlán, egy másik oroszlán is kell neki? Very short on lions. Igen, kezdünk kifogyni az oroszlánokból, úgyhogy nagyon hálás lennék. Ez hülye. Mindenféle módon hálás lennék, mondja. Figyelj, csak egyféle módon akarom, hogy hálás legyél. És így mutattuk a pénzt a levegőben, láttad? Ó, Istenem. Emerald Ranch. Na gyere! Szerencsétlen, ez meg olyan koszos, hogy nem igaz. Lehet, hogy itt fogok aludni a nő sátrában, hogyha esetleg nem bánja. Én azt hittem, hogy most egy füst alatt letudtuk az oroszlánt meg a Tigert is, de nem. Mit szóltok ehhez? Menjünk még a szünet előtt erre az oroszlánra rá? Hogy akkor legyen legendás állatok és begyűjtésük óránk ma estére? Na, már is jobban néz ki ez a ló. De gondolom, hogy csak megengedik, hogy megszálljak itt velük egy kisé. Nem hiszed el, de amúgy nem engedi. Ott, várjál? Ott van. Sleep, Igen, reggel 9-ig alvás ebben a sátorban. Őrület! Megengedték. Nem baj, a csávó majd alszik a macskája mellett, nem? A pumáz mellett, igen. Na, már is jobban vagyunk. Azt meg kéne nézni, hogy lehet-e használni a tábor tüzüket főzésre. Igen, megyek már Emerald Ranchra. De miért nem használtam a tábortűzüket? Ne? Nem baj, van nekem kajám. Ezt nem látjuk, hogy mennyire vagyunk kiéhezve, ugye? A B betű? Elszállunk? Menjünk megkeresni az új Szimbát, igen. És vagyok regyel, nem vagyok annyira, köszönöm. Amúgy ez hihetetlen, de ki vagyunk fullozva a pihenés után. Ez a legtöbb játékban pont fordítva szokott lenni, ugye? Ahol van ilyen, törődni kell az egészségeddel valamilyen szinten. Pont nem így szokott kinézni, hanem alvás után rohadt éhesen, szomjasan kezd fel. Pont, hogy ezt már megnéztem. Igen, ezek még mindig a hálószobások, ugye? Enni a hónap közepén? Miért, Pali, te nem szoktál?
És a kövi küldetés, Emerald Ranch. Az ott van fenn. Pont a hátunk mögött? Olyasmi. A lovunk az tiszta. Érdekes módon a lovunk is teljesen jól van. Lehet, hogy tudott legelészni éjszaka. De kirabolnék még egy vonatot, hiszen a múltkor is olyan jól sült el. Az mi volt? Az mi? Hallottad? Okay there. Ez nem most halt meg. Ezt valami megölte. Na mindegy, menjünk. Ez egyébként ezek a kocsik, ezek sokat érnek. Tevés hangok. Nem is ez a lényeg, hanem hogyha megnézzük ezt a kocsit, hogyha ezt én most itt elvenném, akkor hova tudnék behajtani vele? Ez itt egy fence. Csak ki kéne próbálni, nem? Jó, mentés. Legyen úgy, hogy mentés. Elveszik a kocsit és elviszik a fence-nek. Szerintem az ott beveszi ezt. Talán. Mit szóltok ehhez? Elrabolunk egy kocsit. Most már itt teljesen morálisan a békeseggel alatunk szerintem. Uraim, ne haragudjanak már, de... Ez egyáltalán nem volt szép dolog tőlem. Várj, de most meddig mennek amúgy? És ezek milyen fegyverek? Nem én voltam. Valahol annak a kocsinak meg kell állnia. Lehet, hogy végigmegy az úton tovább a... Nem, megáll. Aha. Ez a fickó csak úgy elmegy mellette. Itt is van valami lövöldözés. Jó, és akkor most megfordulunk az úton, és megyünk fölfele, ugye? Elmegyünk a fence-hez, aha. Mert így ide le lehetne adni. Parinak valami más felébredés után? Anyának a tejt szíje, nem? Nem tudom, hogy mi ez a lövöldözés, valami random event. Én éppen rablásban vagyok, úgyhogy nem tehetek más. Minünk kell. Ilyen furcsa, random halott emberek fekszenek itt az úton, nem tudom, hogy mit keresnek itt. Mennyit érhet egy ilyen szép párnázott kocsi? Ez a hely is érdekes lehet, ezt is ki kéne rámolni. Megjegyezzük, hogy itt is van egy ilyen. Arthur most már nem válogat, de teljes mértékben totál más... Szarás? Majdnem megvolt. Totál más ember lett, mint ahogy a játék elején elkezdtük. Szia húsosi, hogy vagy? Mi a helyzet? Egyre több, egyre kockázatosabb melót vállal el. A harmadik fejezetre most már nem válogat. Már nincs benne olyan, hogy most becsület vagy sem, vagy csak nem a saját emberei, saját csoportja felé lévő becsület ez. Ugye? Már nincs számára Isten, nincs ember. Csak a fegyverek beszélnek. Csak itt nálunk a teachbertv.hókáson. Itt fogták be a kutyánkat amúgy. És viccel? És nem tudom leadni a kocsit. Hát ezért raboltam el. Hát de szerintem ennek kéne lenni annak a helynek, ahova be kell vinnem. Ez most szerintem viccelnek velem. Uramisten, nézd meg, ez megér vagy $300. Tartsd a tiédet, a te oldaladat tartsad, mondja közben egyik fickó a másiknak. Mi csinálnak? Bent tartják az állatot? Láttad a fogait? Igen, láttam a karmait, az nekem elég volt.
Uraim! What's the ruckus, boys? Mi a szar folyik itt? We got a cursed creature. Egy átkozott lény van odabent. It's as big as a mule, as mean as a hellcat. Nagyobb, mint egy szamár, meg mint a pokolmacska, olyan. Nekem oroszlánnak tűnt. Az egy kutya, te majom. Egy kutya? Igen, ha most esetleg beengednétek. Step aside. Álljatok félre. What? Mi van? I said, azt mondtam, hogy álljatok már félre. Hallod? És hogyha nem? És mi van, hogyha nem az? Zsa, vissza Tarkov? Szia-szia! Örülök, hogy ma is benéztél. Itt látunk ott a résen. Dogo! Ebből lehet, hogy baj lesz. Az nem kutyának tűn nekem. Let's go. Menjünk haza. Nem lehet felmászni a ládára? Mi a szar ez a hang? Ennek nem olyan a tappancsa. Ez nem olyan tappancs. Kitört? Nézd, mit tettél! Nézd, mit tettél! Harvat mindenit. Elintézem, nem kell aggódni. Keresd meg az oroszlánt. Jó, és a kocsival mi lesz itt hátul? Barna nadrágunkba jöttünk, igen. Mi az, hogy már is ellopták a kocsit? Mi az, hogy már is ellopták? Én öltem azért. Ezt nem hiszed el, barátom. Ezt nem hiszed el. Szevasz, Laci. Kösz szépen a követést. Üdít nálunk. Jó estét kívánok. Várjál, nem ez az, nem? Ezt loptam el idáig. És akkor ide berakták nekünk addig, hogy később lehatassuk. Ez egy rendes dolog. Szervusz, Stefán, István őrmester. Keresjük azt az oroszlánt, rohadt mód. Ilyen hely a gettó. Mi, ahol oroszlánok küzdenek emberekkel? Én nem látom. Várjál, itt megy. Hát ezt nem fogom tudni befogni. Ezt biztos, hogy nem lehet befogni. Ezt lőni kell. Ide ment be, tiszta vér minden. Leölte a lovakat. Jó, Isten, ez tényleg egy oroszlán, ez nem kutya. Nyugi kis haver, nyugi. Szarás! Szerintem elmarta a torkomat. Láttad ezt? Láttad ezt? VTF! És akkor most, hogyha restartolod, akkor eltűnik a kocsi, amit loptál. Ah, köszönöm szépen a 25. havi feliratkozás Zsotagnak. Hogy vagy Zsotag, mi a helyzet? Ott van még a kocsi. Minden rendben. Elveszem a trófeát. Szia, Kovilil, hogy vagy? Elkapta, lelőtte azt a szar. Meghalt. Imádkozom, hogy halott legyen. Jó, elviszük a trófeát, bemutatni, hogy valóban oroszlán volt. Azért ez nem volt semmi, és megmutatta az oroszlán, mit tud csinálni. Egy kis cicamancsot azon nyomban, igen, igen. Artúr, mit csinálsz, te szemétláda? És át is ülhetsz? Ez hülye ez az ember. Szállj már ki ebből a kocsiból. Most lehet, hogy egy kicsit át kellett gondolni az életünket, miután szembenéztünk ugye egy oroszlánnal. Nem lepődnék meg, hogyha Arturo a fartúró számára. Meglepő lett volna ez a találkozás. Nagyon szépen köszönöm Fantomasnak a Prime-os feliratkozását. Hálás köszönetem a támogatásért. Mi a helyzet? Hogy vagy? Ez egy csodálatos dolog, amikor valaki úgy érzi, hogy megelőlegzett bizalommal előfizet csatornánkra, és nagyon-nagyon jól esik. Igazán köszönöm. Köszönöm, köszönöm. Most ide próbálok beparkolni. De most szórakoznak? De várjál már. Ez mi ez, hogy ki van itt jelezve, hogy amúgy a kocsival ide kellene jönnöm, de nem lehet oda beállni? Szerintetek? Állítólag itt pedig lakik fence.
itt. Vagonfence, igen. Ez a waypointom. Én szerintem engem itt átvernek. Később, akkor menjünk egy kört vele, és akkor... Jó, menjünk egy kört vele. De én le akarom ezt adni, mert hogyha adnak érte 60 dollárt, érted, még akkor is jól jövünk ki. Most ezután a küldetés után nagyon kíváncsi leszek viszont, hogyha 4 lépcsős mellé küldetésnek értünk a végére, mit fognak ezek fizetni? El az útból mondják ott a férfiak, jól van. Biztos olasz, hogy CS tázik. Lehet amúgy, hogy napközben vagyunk. Az én lovamon meg már rajta van mindenféle legendás bőr, meg alligátor, meg mit tudom én. Na jó, nem, amúgy csak ilyen béna bőrök vannak rajta, de hát azt is azért visszük, tudod, hogy legalább legyen valami, amiből visszapótoljuk készleteinket. Ma még otthon nem voltunk, ma még otthon nem aludtunk, nem mosakodtunk, üdösek vagyunk és koszosak, és jön egy vonat, ami kirablásra vár. Ja Istenem, vigyázz! Azt a majdnem ráugrott, láttad? Majdnem ráugrott az a bak a vonatra. Ilyenkor meg lehet nézni, hogy mi az. Ez egy jó állapotú white tail buck. Fehér farkú buck. Most be lehet már vinni szerintedek? Amatőr dolog, fényes nappal lopott szajrét szállítani. Éjszaka nem. Na most kinyitja az ajtót. Azaz. Éjszaka nem nagyon mászkálnak itt a kocsik, úgy tűnik. Na de rendes ember. Oda néz, és már be is veszi. Gyönyörű. Két szép lóval, meg a kocsi, meg a... Így van, meg a párnahúzat, meg a minden. Ne költse el egyszerre az egészet, mondja. Mennyit fizet? 40 dollár. Jó, hát a 40 is megéri. Erre rá lehet menni? Oly, a csacsi! Az igen! Nem lopom el, csak megyek egy kört vele. Olyan lesz, mint hogyha biciklit vinnél. Szarsz, hogy azol? Elne is a kutyát! Ó, úristen! Jézusom, jól van! Azt a mindenit! Neki ment a szamárral! A lopott szamárral! Olyat rodeóztunk, hogy neki mentünk a kutyának véletlenül. Inkább leszállok róla, jó? De most nem akartam, amúgy esküszöm, hogy nem állt a szándékomban. Okay, boy. Na mehetünk. Jó napot, uram. Szépek a lovai. Ó, ezt kellene végigrabolni amúgy. Már ez megáll. Ez lehet, hogy azért áll meg, mert felkészül arra, hogy ki fogom rabolni. És akkor csak fel kellene húznom egy maszkot most mindjárt. Lopott szamára a gázolt a halálra a szomszéd kutyáján. Igen, hát az esti hírekben benne leszünk. Rád kellene ugranunk, csak akkor úgy kellene megtenni, hogy... Aha. Executioner Hood. Igen, a kivégző. A hóhér csukját felvesszük. Státumunk. Aha, hogyha fenyegetően lépsz fel az utasokkal szemben, úgy fognak viselkedni, mint hogyha rabolnál. Hello, ma'am. Jó napot, asszonyom. Jön a rablás, úgyhogy most jöhet a zseton. Jöhet, minden jöhet. Ez 4.46. Jöhet. Tessék, vegy el! És dobálják a zsetont nekünk. Köszönöm, nagyon kedves. 3 dollár, jöhet onnan is. Szevasz, Medi, mi a helyzet? Köszönöm, asszonyom. Be is jelentették a bűnünket. Ő ma jó, befejezlek, mondta közben a fickó ott, és... Hiba volt kinézni, ugye? Halott vagy, mondják onnan fentről. Még haladunk, nem álltunk meg. Amíg nem állunk meg, addig minden szuper. Ó,
Jönnek egy páran innen is. A bounting $70. Megálltunk. Itt van. Az igen. Az igen durvi volt. És bántanak kissé hátulról is, de nem baj, mindjárt abba hagyják. Na mi lesz ebből? $95 a bounting, de... Azt a rohadt mit nyelt a csávó. Ebben is jönnek. Az becsapódott kissé, nem? Jézusom, többen lőttek egyszerre. Négyen lőttek ránk. Dead. Erős volt. Erős volt, jól indult a vonatrablás, amíg fel nem másztunk a kocsi tetejére, hogy céltáblát mutassunk a helyi arcoknak. Na jó! Szia Reja, jó pihenést! Kösz szépen, hogy itt voltál. Pedig amúgy ez tényleg jól nézett ki. Mi lenne, hogyha visszatöltenénk az állást? Ja, és persze tartsunk egy szünetet is. Mindjárt csinálunk néhány küldetést még a játékban. Ha csak meg nem szavazzátok, hogy menjünk ma este tovább más játékokkal is. Ez volt a Fence-nél. 23.09, aha. Ide töltsük vissza. Fejtor. Potro, porzó, bibe, egy fajon belül. Az komoly. Telefonált egyet, kicsoda? Arra kíváncsi vagyok, igen, mondjuk, hogy éppen a vonat halad, és akkor rablás, minden, akkor hogyan tudnak jelezni, hogy itt éppen rablás zajlik vajon? Itt cigizünk. Ajde, szép csizmád van, oda nézzenek. Ez egy gyönyörű haver. Ezt el sem váltam, mint ilyen kígyóbőr, meg ilyen hülyeségek. Kalapom vajon merre van? Most a lovamon rajta vannak még a dolgok vajon ilyenkor? Rajta hát! Ez melyik mesének a... dalszövege kezdődött így, hogy rajta hát. Margarétához visszamegyünk az oroszlán ügyében. Ilyen a mackó nép. Ez a gumimacik volt, a gumimacik. Igen, igen, Dávid, igen, igen. Valóban. Dúdolni még tudom, de a szövege már nincs meg, csak foltokban. Gumimacik. És ti szerettétek a gumimacikat? Abban ilyen orkok ellen küzdöttek a mackók amúgy, nem? Alert. Jó, nyugodtan ments rá, semmi baj. Mi a szar? Valami volt a bokorban. Az ember nem tehet két lépést. Jézusom, szegény. És ez hogy sikerült így? Nem akartam elütni, de megtörtént. Kiskoruk óta a titkuk a nóta. Biztos, hogy a nóta. Nem valamilyen poti, amit ittak. Én nem emlékszem, mint a legtöbb ilyenre. Pedig Covilil nagyon jót tett volna neked, hogyha meséket is néztél volna gyermekkorodban, nem csak ezeket a vadállat felnőtt filmeket. Hát, na jó, ezt a poor deal peltet itt vagyom. Poor deal pelt. Tódi volt benne a zseni. A mágikus, a gumibogyó szörp, igen. Ezt a mai napig emlegetem. Na itt adjuk le azt a mackó mancsot, hogy mi a francot, cica mancsot neki. Jó napot, uraim! Vagyis, hogy hölgyeim, elnézést. Odysseus visszatér! Készítsd a ketreceket. Igen, azonnal mondja a nő. Egy emberevő oroszlán. És nem gondolta komolyan, hogy... Nem gondolta, ugye, hogy hasznos lett volna számomra, hogyha tudtam volna, hogy valóban egy oroszlánnal állok szemben. Nem úgy, mint előzőleg. Egy befestett kutyával. Animal was actually real, you moron. Nyugodjon már meg. Nem mondtál semmit erről. Akár egy lúd is lehetett volna. Igen, és az emberek, ahogy érezték volna. Mit csináltál vele amúgy? Megöltem. Meghalt. Véres pokol. Hát vagy ő volt, vagy én, úgyhogy most pedig fizess ki szépen. Persze. Itt is van nálam.
It is. És micsoda kincs ez? You're a lucky man, sir. Szerencsés ember maga, uram. Nagyon szerencsés. From the mines of Eldorado. Eldorado bányáiból. Zöld, mint az esőerdő. Tiszta, mint az Amazon vize. És olyan kedves számomra, mint az Andes minden aranya. Mi az Andes? Aha. Várjon. Nem kéne odaadnom. Mit mondaná apám? Hát az apád nincs itt, kis haver, és alkut kötöttünk, ugye? Igen, igen, tényleg. Az ígéret, az ígéret. Andok, tényleg az. Várunk az oroszlánra? Nem, az már az örök vadászmezőkön van. Tisztelt Uram, és köszönjük. Nekünk most rohadtul mennünk kell. Igen, igen, nem tartunk fel magukat. Viszont látás. Viszlát. Aranyszintre teljesítettük ezt a missziót. Aranyszintre. Miért mi kellett hozzá? Lehet, hogy csak annyi kellett, hogy megcsináljuk. És akkor most ez mennyit ért, ez az emerald? Szerintem is hamis lesz a kő, amúgy igen. De ezt nem lehet bekötni. Yep, yep. Gyere ide, kis haver, yep, yep, gyere. Ezt el lehet vinni innen? Vagy ez valami más kell? Uram Isten, nézd, még itt hagyták ezt a jó lóketrecet, vagy nem tudom mi a szájsz. Gyanúsan elsiettek amúgy, igen. Okay, nem baj, hogyha hamis a cucc, akkor szerintem még lesz esélyünk arra, hogy találkozunk velük, és kérdőre vonjuk esetleg őket. Itt van fent a fence, úgyhogy ide megyünk és eladjuk azt a drága követ. Még hogyha hamis is, lehet, hogy ezt a helyi orgazda nem fogja tudni majd. Mi ez a sikoltozás? Valaki segítsen! Nem ez az út a szívéhez. Mondta nekik, hallod? Szálljunk szembe vele. Megkötözött a múgja. Engedje már el azt a nőt. Ó, szarás. Én nem akartam balhézni, haver, de... A világ összes headshotja. Jó, jó Isten. Úram Isten. Jól van! Jól van! Mindig lövi! Uram Isten! Jaj, még mindig van neki! Feje nincs, de még nyomja! Azt a rohadt, szétrobbant a feje! Várjon! Maga meg hova megy? Mi a fene? Vegyen már le a lóról! De szép kocsi az! Ezt rákötjük a miénkre. Csak el kéne kötözni. Vagy mi, ki kéne oldozni. Ezt a kocsit, azt el kéne vinni. Hál' Istennek, hogy jött, amikor kellett. Nem tudom, mi történt volna. Menjen vissza. Békében, azt mondjam, biztonságban. Igen, köszönöm. What? Ennyi? És mi lett a férjével? Már is az ő lovuk. Lehet, hogy a lovát elkötöm. Nem, szerintem a nő felszáll és elviszi. Aha. És csávóból mi maradt? Úramisten! És a nő ilyenkor látni fogja, hogy az urát útolom? De se szarja. Azt a mindenit neki. Jól van, amúgy volt itt nála egy molotov, meg egy kis HP, meg egy kis pénz. Szava Spectral! Jó estét! Kösz a klipet, Venka! Hát azért ez rendesen kapta. Én nem tudtam, hogy ennyit lehet lövöldözni fejre. De ez a férje volt? Amúgy nem, lehet, hogy meg akarta szöktetni valaki ezt a nőt, nem? Hát minden esetre eléggé HC-n történtek a dolgok alakulásai. Itt vagyunk és a fencehez igyekszünk. Még a mai részben megpróbáljuk leadni ezt az emeraldot. Már is hidratálok, össze a kiváltást. Jobb kézzel nyomom. Az egy fa! Mindegy, jó lesz. Fucking hell. Inkább nem nyomom. Na most.
Ez a növény, ez viszont szedhető. Igen, ez egy vadrépa. Vadrépa. Így hívom a péniszem. És csak? Nem állítod át? Mit? Ez nagyon sok répa. A lovak imádják. Mi? Na várjál, Horse. Nézd csak, van itt neked valamim. Ide kell állni, hogy megetethesd. Valóban mehetünk. Ne akadjon be a gomb. Nem akad az be. Várjál. Ez meg valami másik növény. Ez meg a tobakó? Nem, ez a yarrow. Elviszek én mindent. Tehát, hogyha fel lehet szedni, hülye lennék nem felszedni, ugye? És ezzel lehet HP cuccokat craftingolni. Mennyi érdekes és értékes növény. Várjál, ezt nem is ismerjük. Beszállsz, de tényleg minden egyes növényt fel lehet szedni innen. És ez micsoda? Ez oregano. Wow, ebből sül a pizza. Normális vagy? Persze. Nem fogom itt hagyni ezt sem. Vagány cowboy virágot szed a réten. Nagyon-nagyon erősen megérős dolog lesz ez számunkra. Oregano, ne viccelj már. Ti termeltek otthon oregano? Na mehetünk, hagyja fucking hell. Stamina herb. Nagyon jó. Mehetünk a fencehez. Nem is pizza, de jó a húsra. Az oregano? Arra nem a rozmaringa jó? Én például tegnap, amikor karajt sütöttem, akkor tettem rá a borsot, sót, meg egy kis rozmaringot, és kb. Ennyi. Most ott nyomod a shiftet, mi? Hát én reggel felkelek, és már be van nyomva. Így ébredek fel. Így fel van szereve, mint a békehadtest. Kicsoda. Sok fűszer jó itt a húsra. Mármint itt a játékban? Uram, vigyázzon, kérem. Bocsánat. Nem akartam én balhézni vele. Seamus, nem itt laktál a múltkor. Én esküszöm neked. Máshol volt a te otthonod. Na jó, szóval, hogy el lehet adni Tomahawk-ból egy darabot. Nem, a maszkokból? Nem. Most vásárolok éppen? Elnézést, én szellingelni akarok. Na mennyit ér ez a drága kő? $50? Hát ez amúgy nem annyira szuper sok, ha belegondolsz. $50, és akkor 4 szintű küldetés volt, meg minden. És te leadjam ennyiért egyáltalán? Hogy ennyiért megtartsuk most már. Ti mit mondnátok? Adjuk el egyes, tartsuk meg kettes. Kipakolna több fegyvere, van minden német fegyverletételnél. Van neki egy kevés. Lépcsőfordulóban van az oregano, kutyát is le kell szokni arról, néha megdézsmálja. Az mondjuk tényleg nem jó, hogyha a kutya rágja, mert akkor belerakod a kajádba. Tehát így, ez valahogy ugye a kettő nekem nem fér össze, hogy egy... Na persze, attól függ, milyen a kutya. 1-2-3-2-2-1. Eddig több a kettes, mint az egyes. Hát akkor tartjuk meg. Szevasz, Voxter hú! Előbb-utóbb elköltöd. Hát vagy beadjuk Provisionnek a... Ott van egy gyilkos szamár, nézd meg! Az apu 0069. Hé, tudjátok egyébként, hogy jövő héten kedden lesz a csatornánk 5. születésnapja? Vége lesz az 5. évnek, és belekezdünk a 6. itt a Twitch világában. Én magam el sem hiszem, hogy már ilyen. Vagy lehet, hogy mégsem, lehet, hogy az 5. évben. Nem, szerintem 5 év. 2018. Decemberben kezdtük, akkor azt ne számítsuk bele. 19. január, 20. január, 21. január, 22. január, 23. január, beszállt, ennek a 6. évet fogjuk megkezdeni. Azt a mindenségit neki. Mivel ünneplünk? Hát mivel, hogy a 6. évet kezdjük meg, hát persze. Na, lemegyünk a táborhelyünkre megnyugodni egy kis, jó? Mert ezzel kellene zárni ezt a mai epizódot, ahol mindent is csináltunk, csak küldetéseket nem. Jó, hát volt ilyen állatbefogás persze, de azért annyira nem durva szinteken. Gyönyörű ez a környék, nézd milyen szép. Ez milyen állat? Ezt nem ismerjük, ezt a pronghornt, ugye? Ez mit tud?
Azt mondja F1 a Details-hez. Azt mondja, hogy Rifle-ök és a Bows, nem tudom. Pronghorn, igen, ez craftinghez jó, a cookinghoz jó, mindenhez jó. Igen, brain fartom van, nem emlékszem a helyes kiejtésre. Szerintem bow, longbow, igen. És bow, az az, amikor meghajolsz valaki előtt, ugye? Szerintem most lesz tiszta az agyam hirtelen. Mit csinálnak itt ennél? Oj, azért ez veszélyes mozdulat volt. Ezek odriszkollok, ugye? Azok hát. Hát vagy megcsináljuk úgy, hogy... Megcsináljuk így is. Lövés. Úristen, de kemény volt. Úristen, de kemény volt. Mint a szart úgy szétlőttük őket. Na jó, lootoljuk ki. Ezek banditák amúgy, nehogy valaki azt higgye, hogy csak úgy random szétlőttem emberek fejét az út szélén. Van ebben is valami, igen, de amúgy nem. Mert hát ezek mégiscsak a rivális banda itt a környéken, akik mindenféle gonosz tetre szánják el magunkat. Mint ahogy mi is úgy egyébként. Tehát hogyha valamilyen mérlegre tennénk a két banda tetteit, akkor szerintem nagyjából így egyelőre jön neki az állás, de mégiscsak rossz vér van köztünk, úgyhogy ennek a dolognak itt vége kell, hogy legyen. Szerintem megint nem fogunk náluk találni semmit sem amúgy. Lehet, hogy pusztán csak az a néhány dollár, amit összeszedtünk belőlük. Ez minden. Az asztalukon szokott lenni valami, de ezek még asztal sincs, nem? Hát valami van itt. Nem, szerintem ezeket már egyszer elintéztük. Azt a rohadt minden itt. Na jó, húzzunk akkor innen el. Hát ez nagyon olcsó. Ez nagyon olcsó. Legközelebb ezeket itt hagyjuk a francba. Nem lehet ezt a kocsit elvinni, eladni? Fegyvereik nem szedhetők fel eladásra? Én is mindig ezt kérdezem tőletek, hogy hogyan lehet ilyet csinálni. Duck Hunt, kisbarátom. Duck Hunt. 1992-ből. Nézzük, milyen szintű lett a kapás. Hát ő minden szinten kapta, nem arról van szó csak. Ez valamiféle vadkacsa tényleg. Nézd, és kibújik mindjárt. Azt a rohadt mindenit. Mit csináltál vele? Normális ez az ember? Hát így kiszedte így a belsejét, mint hogyha csak egy kis kazetta lett volna így beledugva, mint annól a Nintendo-ba. Úgy szedte ki belőle, ti láttatok már ilyet? És akkor ezt bóval kellene megoldani? Small gamer-ról. Kitépem a szívedet. Igen, ez történt. Jó, hazavisszük. Szerintem Pearson még valamit tud belőle kiszedni. Még akkor is, hogyha a kazettát már kivettem. A melkasa volt, amit letépett. Én is úgy láttam, ja. Felrakta? Fel. Nem tudod harvesztelni az összes részét az állatnak. Miért akkor még így a kis kazettákat jobbról-balról ki lehetett volna húzni? Nem csak felülről? Szevasztok, srácok. Hogy nyomják itt? Tök aranyosak ezek a vad izék, cuccok. A mai napon Arthur meg volt teljesen zeberedve. Szerintem ez azért volt, mert már napok óta nem aludt a csávó. És részt vett párbajban, begyűjtött vérdíjat, rengeteg Bounty Hunter tette lábalól, megpróbálkozott kétszer is vonatrablással, egyszer sem jött össze. Tehát azért tényleg meg volt menve, aztán vadállatokkal viaskodott, legyőzött egy oroszlánt, szóval történtek itt tényleg dolgok a mai epizódban, nem lehet azt mondani, hogy nem. De nem azt mondanám, hogy a legkifizetődőbb tevékenységeket végeztük el, ezért hazajövünk, lepihenünk, és a holnapi napon belekezdünk mindenféle őrületes küldetésbe is. Kellenek ezek a random felfedezős részek is, ez a mai, ez egy olyan volt.
kevés küldi, de inkább a területek bejárására fókuszáltunk, és Pearsonnek adunk egy kis kaját, meg mindent, aztán eltesszük magunkat szünetelni. Lehet, hogy utána váltunk is játszást, amit akartok az legyen, szavazásra fogom bocsájtani. Egyébként van nyereményjátékunk, hogyha szeretnétek esetleg beszállni, itt valaki lövöldözik. Van a paturaim. Mi a gáz, srácok? Nem akartalak én megzavarni titeket? Ezek a raiderek, tudjátok, az úton állók. Ilyen szomorú lenne, hogyha valaki úgy csinálna, mint hogyha elmenne, és aztán előkapná a gusztustalan Springfieldjét. És fejbe lőne vele mindenkit, nem? Nem én tettem? Én csak éppen erre jártam. Na mutassátok, srácok, mire lövöldöztetek? Lemony raiderek. Ezek voltak, akik megpróbáltak megállítani minket a múltkor. Olyanok, mint az Odriscollok. Platinum zsebórája volt a csávónak, az biztos van vagy 10 dollár. És annál is az volt, látod ezt? Ezek gazdag ficsúrok, hogy rohadnának meg. Most már meg is fognak annyi szent. Hát 1 dollár 50. De ennek is ott van a platinumja, tessék. Megpróbálunk a lovukból is kiszedni még egy-két érdekességet. Bizonyán van nyereményjáték, úgyhogy még hogyha szeretnétek, akkor most nyomjátok meg. A szünetben ugyanis sorsolni fogok köztetek. Fine brandy. Kis sózott hús. Ezek amúgy olyan lovak, amik szerintem tűrik azt, hogy én itt nyomulok mellettük, ugye? Hát, eddig tűrte. Akkor ennek ezek szerint már nincs semmi a saddlebagében, ugye? Volt egy harmadik ló is viszont. Lehet, hogy ez az. Áh, hogy rohadnál meg! Nyugi! És ha megpróbáld még egyszer, akkor meghalsz? Érdekes, de másodszorra hagyta. Kis hózott hús. Jól van. Ezeket a platinum cuccokat beadjuk a táborba, mert szerintem még lehetne ott fejleszteni egyet mást. Most jönne az a fejlesztés, amikor mindenkinek is a sátrára nyomunk egy extra kényelmi szintet. Ez szerintem amúgy is most már ildomos lesz, hogy egy kicsit helyre ráncsuk a dolgokat. Ne csak Dutchnak csináljunk ilyen keleti kényelmet a sátrába, érted, ahová még nők is járnak bealudni hozzá. Valamire ráléptem. Már nem én, hanem a ló. Csózott húsért nem érte meg ez a gyomros. Hát ja, valószínűleg most izé, belső sérüléseim is vannak. Sem gyógyszer nincs ide bent, sem kaja. Szávasz, Karen. 54 dollár van a campnek, dollárja. Ú, itt lesz valami lövöldözős meló, ez valami vadász meló lesz, ezt is megcsináljuk. Pearsons, alszunk reggelig, utána lövöldözünk. Egy-egyesben vagyunk még mindig, igen, bizonyám. Na nézzük, mit tudunk ide beadni. Hoztam haza ilyen tökéletes rabbit peltet. Ez a craftingre bemegy. Tökéletes farkas is van nálam, 2 darab. Ez hogy sikerült? Az tök menő, hogy tökéletes. Kacsa is van, farkas szívek. Big game meat, ebből a 2 kimegy. Game meat. Ez is menjen, oké. Állati zsír. Erre még nem jöttünk rá, hogy ez mire való. De szerintem ez a 3 big game meat, ez nekem elég lesz. És akkor a többivel meg tovább tudunk menni. Most már kaja van legalább a táborban. Remélhetőleg valamennyi pénz is lesz nálunk, amennyit ide be tudunk adni. Szerintem most fogunk kajálni akkor ebből. Ha már éppen készen van, és szerintem reggelre mindenki kizabálja ezt a fazekat, úgyhogy most kell belőle kajálnunk. Na, amúgy is a Dead Eye Meter nincs annyira szupermód. Szóval alszunk utána reggelig. Itt van valami érdekes, ismeretlen tevékenység, hogyha megnézzük. Vagy valami, amit még nem láttunk. Ott a másik oldalon szerintem valaki beszélni akar velünk. És kávé is mehet, és utána olyat alszunk, hogy őrület. Ti szoktatok úgy aludni, hogy iszok egy kis kávét, és akkor utána azonnal bepihentek? Én bármikor próbálkoztam mostában ilyesmivel, nem sikerült. Tudod, ez a felkelsz reggel, ú, de szar.
de izé, nyomjunk egy kávét, attól majd jobb lesz. Aha, hát nem lett jobb, akkor lehet, hogy inkább visszafekszem. És akkor már azért nem tudsz elaludni, mert megitted azt a rohadt kávét, ugye? Tehát minden szempontból szétszívattad magad. Szevasz, streamings, hogy vagy, mi a helyzet? Ha még nem jártatok volna, streamingsnél, Venkánál, Kata 148-nál, mindenképpen tegyétek meg. Beszélni akarok-e? Beszélhetünk. Yes. Lily. What's been going on with you? Mi történik mostanság veled? I don't know. Nem tudom. What? Nem tudom, vágod oroszlánokkal viaskodom. Szerintem elég hülye dolgokat csinálok mostanság. Hogy lehet ez? I've been killing. Nagyon sokat gyilkoltam mostanság. Ártatlan embereket. Nem tudom miért. Yeah, that's bad, Arthur. Igen, az rossz dolog, Arthur. Ez igazán rossz. I know. Tudom, csak... Well, you know me. Hát ismersz. Sure. I know you. Igen, igen, ismerlek. De aztán mész, hogy hülyén viselkedsz. No, you haven't. Maybe Mike can put a spell on me. Lehet, hogy Mike megátkozott. Lehet, hogy csak hülye vagy, nem? Ja, még az is benne van a pakliban. Na most meggyóntuk itt a bűneinket, hogy random embereket lőttünk le. Amúgy nem volt ilyen, szerintem. Mert vagy fejvadász volt, vagy Odriscoll, vagy a Raider team volt, nem? Tehát, hogy úgy egyébként így ártatlanokra nem mentünk rá. Talán volt két ember, akitől egy kocsit elloptunk. Az mondjuk, oké, az lehet. Itt lehet beadni a közösben. Beadunk minden hülyeségen. Ja, a tartozásokat is természetesen. Ez még Straussnak a küldetésében maradt. Ha a reputációd rossz, akkor Arthur rossznak tartja magát. Ez tök király, hogy van egy ilyen dolog ebben a játszásban. Hogy arra is figyelni kell, hogy Arthur milyen embernek tartja magát. És ezt mondja, aha. És akkor a reputációt azt hogy lehetne javítani? Figyelj, nézd meg, a becsület szintem az majdnem kiveri a tetőfokára, hág. Hát ez... Most azért, mert voltak kis kilengések. Meg hogy megütöttünk két embert a vonaton. Hagyjuk már. Adjunk be itemeket. $50 emerald. Platinum órák, azok mehetnek. Kár, hogy nincsen, hogy donate hol, nem? Még most egyesével kell végigmenni ezeken. Itt ezek a gyűrűk se szarok azért. Ez mennyi eddig? 36, meg 15, 51, meg 10. Akkor ez $81, ez $88, ugye? Tehát a matematikám kikezdhetetlen. Kikezdhetetlen. Adjunk még bele keveset. Tele vagyunk amúgy is. Meg szerintem nem nagyon tudnánk többet lootolni lassan, nem? Azt mondja, hogy ezt mondja, akkor még bizonyos küldetésekre utalt. Hát volt olyan, hogy elmentünk egy házat feldúlni, és akkor... Hát ott annak nem lett szép vége a család, az ott lakó család számára. A felépül teljesen a tábor, csak pótolni kell néha a készleteket. Így van, ahogy mondod, igen. Ezt én is tudom. $215 már eddig. De én nem tudom amúgy, hogy többiek adnak-e ebbe bele. Van olyan, hogy eléred a napi maxot, és... Nézzük meg, hogy mi kell ide, mert hogy többieknek a sátrait is lehetne helyre rázni. Aha, 300 lesz a vége, hogy a többiekét is helyre rakjuk. Lehet, hogy beadjuk azt az 50-es emeráldot. Mert az item... Meg lehet ez? Nem, szerintem meg kell lenni. És akkor maximum annyi van, hogy a kevés pénzt még rá kell szánni. Beadom az emeráldot. Szerintem az annyira hamis volt, amennyire csak hamis lehet. Tehát így mondja, hogy milyen sokat ér, meg izé, jaj, hogyha apám tudná, hogy odaadom a drága izét. A korona ékszerét a családnak, nem? Aztán szerintem az úgy átvert minket ez a margaréta, hogy nem igaz. Aki lánynak adta ki magát ráadásul. 92 dodó, az ott megvan a 300. Bemehet még oda valami. Na ez még néhány dollár, ami szerintem a munícióra, vagy esetleg az ilyen HP készítményekre lesz elegendő. Lássuk most a ledgerben, hogy mi a helyzet. Aztán majd ehhez mérten lehet, hogy adunk be a dollárból is. De szerintem most nagyon sokat adtunk be. Több mint $250 bement. Itt az idő, hogy helyre rántsuk dolgainkat. Na, ott lesz a sátor upgrade, oda nézz. Mhm.
A kedve mindenkinek hirtelen jobb lett azáltal, hogy most sokkal jobb pokrócok alkotják a sátrak oldal falait. A másik oldalról ilyenkor mi történik? Bever az eső, vagy hogy kell ezt elképzelni? Ristok a munícióból, $20. Nem, én egy gyógyszerbe gondolkodom, de szerintem 10-et be kell ahhoz tenni. Megnézzük, hogy hogy kell ezt intézni. $10, legyen 11, oké? Okay? És akkor azzal már talán megvagyunk. A $30 készleteket visszaalakítani. $827 maradt. Ez amúgy nagyon kevésnek számít ebben a játékban, nem? Hogyha $800-ra mászkálsz. Biztos vagyok benne, hogy sokkal több is lehetne. Nektek mennyi volt a maximum? De hogy ez a restock, ez csak 15? Nem baj, akkor legalább jut mindenféle másra is. A muníció az 20 lenne, arra nem jut már. Konzervek. Én erre nem költök. Nem. Van benne kaja. Egyenek azt. 3-4 ezer. Te jó gazdag lány voltál akkor. És a spókeren nyerted amúgy? Amíg grindolsz, addig kevés gondom utána nagyon lesz, mire költened. Nem tudom amúgy. Lehet, hogy van egy pillanat a játékban, amikor azt mondják, hogy... Crafting upgrades. Amikor azt mondják, hogy most már mindened megvan. Miért keres mindenki engem? Ide kellene egy beaver, meg egy deer, és akkor lenne egy valuable satchel. Ja, hogy mert ilyenem valószínűleg nincs is. Honnan tudod, hogy mi az, ami fejleszthető? Nem mondod, hogy a tökéletes farkas bundákat arra fogom elkölteni, hogy oda a tábortűz köré terítsük le azokra a tuskókra őket. Vagy ez már meg is van közben? Lehet, hogy automatikusan megcsinál mindent a játékban, amit így hazahozol? 23 ezer volt a max, átlag 3-4 ezerrel járkáltam. Azt a nem jóját. Na jó, én nem tudom, hogy itt mit kellene csinálni a crafting upgrades-nél, de egy dolog biztos, hogy eltesszük karakterünket reggelig. Íze van, Tili? Ja, hogy dominózni akar? Ne, arra úgy, nem tudom. Őszintén megmondom nektek, én nem tudom, hogy kell dominózni. Ti tudjátok, hogy hogy kell dominót játszani? Szevasz, Venka, jó pihenést! Kösz, hogy itt voltál. Itt volt ilyen muníció amúgy, de lehet, hogy akkor ez már így elment. Ott van egy kis hajzseli. Igazából ez valami zsírféle. Mert az alvás reggelig 11 órát. 3 nap nem alvás után itt van az ideje ennek is. Én nem tudom, hogy hogy kell dominót játszani. Tiszta vörös a nyakam, láttad? Szerintem a kabátomnak így a galléria az kikezdhette a bőrét. Ennek a szerencsétlennek, hát nyilván sose veszi le. Vagy a medvétől kaptunk el valamit a fejünkön viselve, ugye aztán... De nézd meg, mondom én. Arthur, neked bőrgyógyász kéne, barátom. Vagy tripperes lett a trapperem, az is lehet. Folytatod a számokat 3-as, 3-as mellé, nekem kell először lepakolni a kezedből. Aha. Azt hiszem, hogy meg lehet vágni a hajadat is. Nem, szerintem amúgy nem. Ott egy kicsit lejjebb veszünk abból. Így. Abból is. Na, már is emberesebben nézünk ki. Bár a szakálunk most egy kicsit hosszabb, mint szokott ez lenni, nem? Így a 4-es szint azért még emberi volt. Na, hát ez egészen hasonlít amúgy rám ezzel a szakállal. Hát inkább így. Aha. Hát igen, de ez férfiasabb, ez meg olyan... Na, jó van, neztek. Legyen nektek is egy jó napotok, akik teljesen a szakállunk ellen vannak. Na, emberebbnek érzi már magát Arthurunk szerintem. Arturo a farturo. Dominózni nem fogunk. Itt van a halászküldetés, ha jól látom. Nincs a táborhelyünkön egy olyan dolog, ahol esetleg meg lehetne mosakodni? Annyira sokat adna ez az élményhez. Ezt szórakozgattam a dominóval, viszont van egy adag dominó mapomtól. Ja, szép dominó készletek vannak. Meg ezek ilyen elefánt csontból készülnek, meg ilyenek, tudod, gyönyörűek úgy egyébként. Na, szerintem is ez a víz lesz az egyetlen dolog, amit tehetek az ügy érdekében. Nem szokott ilyenkor Arthurról levetkőzni?
Hát ez a bőrbetegségére nem fog semmi jót jelenteni szerintem. És akkor a következő epizódban kimehetünk a szigeteket felfedezni. Ez melyik majom? Ez Hosszé? Fű. Na jó. Innen folytatjuk, nagyon szépen köszönöm. Újabb szavazás következik, hogy mivel menjünk tovább még egy bő két órát az éjszaka második felében. Ha szeretnétek valamivel nyomulni, akkor szavazzatok majd, rendítsek. Egy percen belül ott lesz, úgyhogy ne menjetek messzire. 10 perc, 15 perc szünet maximum, kis vacsora, és aztán megyünk is tovább. Egy pillanat.